Szép jó reggelt kívánok minden kedves VOD nézőnek, és mindenkinek, aki itt van, elindítottam a VOD felvételt is, és meséltek, hogy ki a érzi magát, mert szép napsütött a Így vasárnap véget, gondolom kicsit többen leszünk, mint szoktunk lenni. Nyugodtan kérdezettek a amúgy alkatrészekről, gépes kérdésekről, monitorokról a legkevesebbet tudok. De ja, egyébként nyugodtan lehet itt kérdezgetni jobbra-balra és beraktam néhány ilyen TikTokos újítást, amitől a TikTok egy kicsit különlegesebb lett, aztán még én is nézem, hogy hova merre, hány méterben működik, van elvileg egy ilyen jó kis ranglistája a TikToknak, és ott kiírja, hogy ki a, kik a top nézők, vagy kik a top gifterek, ezt még sajnos nem tudom, hogy pontosan mit írott ki, de kiír ilyen dolgokat rólatok, na... A héten nem csináltam videót, a hét nagy részében dolgoztam, tényleg volt egy szabad napom. Igen, basszam, meg pont akkor kellett volna csinálnom videót. Meg ugye ma is szabad vagyok. Ma már elkezdtem csinálni a videót, csak lusta vagyok befejezni, igazából ez itt a probléma. Meg nem érzem elég jónak ahhoz, hogy ezt most így 100 befejezzem. De egyébként, egyébként kifejezetten király uh, videó lett. Remélem, hogy majd tetszeni fog nektek, hamarosan felkerül. És egy kicsit újítottuk, skacok, a a vodoknak a támléjeit, majd, majd csekkoljátok le a YouTube csatorna, hogy néznek ki a vodok. Szerintem egy setup tele legyen RGB-vel, vagy inkább ne legyen benne. Ja, szerintem mindegy, érted? Amíg az Alcatraz választások kompatibilisek egymással, és a végeredmény egy használható, jól működő király PC, addig felőlem lehet benne RGB, lehet benne kismacska, lehet benne popfigura, lehet benne bármi. Ami csak használható legyen igazából, ez a lényeg. A használhatóság számít szerintem a legtöbbet a gépnél, nem az, hogy RGB-s vagy nem RGB-s. Dizájn szempontjából én az RGB-t egy pontban nagyon szeretem, egy pontban meg utálom. Az utálom része az ott jön, ahol kábelezni kell az RGB-t, az imádom része meg ugye a kinézete, nekem tetszik, vannak szép RGB megoldások de például egy munka PC ne legyen világos, mint a rohadt élet, hanem nézzen ki, smoothul letisztultan, és inkább hatékony legyen a hűtése. Ez az alapvető elképzelésem róla. Riepe... Rie kopó, meg ér? Na. És szép reggelt kérnek egyébként mindenkinek, szíjeztük, jelentnek hasonló és további kérdések. Mondom, az én gépem RGB-s, azért mert a gépházban vannak RGB-s ventilátorok, én egyetlen egy RGB-s cuccot se vettem az szép jó reggelt kívánok, szia Na hát, skacok, amúgy most ki fogjuk próbálni, hogy mennyire érdekel titeket az, hogyha játszani is fogok stream után, mert ugye lemegy majd a két órás tech talk, át fogom hívni az embereket a Twitchre, és kíváncsi vagyok, hogy ki akit érdekel, hogy hogyan is játszunk. Ciao, ciao, szép reggelt kívánok mindenkinek, jöhetnek nyugodtan a kérdések, skacok. Én a mai streamre egy-két dologgal készültem, így héten próbálgattam ki uh, ilyen nagyon csíp fejhallgatókat, nagyon csíp, mikro, uh, nagyon csíp billentyűzeteket, meg nagyon csíp mousepadet. A válasz, a nagyon csíp mousepad, az kurvára mindegy, mert az mousepad. Az összes többinél, fú, az meg, a csíp az nagyon, nem, 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 az igazi. Még jobb 240 Hz 0,5 ms vagy 280 Hz 1 MS. De ez egy akkora fasság, az meg, hogy gyakorlatilag 40 Hz-nél MS váltás van. Őszintén egyiket se fogod látni a kettőből, Inkább a kérdés az az, hogy van videókártyád, amivel kihozod a 240-280 stabil FPS-t? A620 és B650 650 között mi a legjelentősebb különbség? VRAM, VRAM hűtése, VRAM minősége, kondenzátorok minősége, memória kezelő modulnak az erőssége vagy éppen gyengesége, chipset hűtése, általában nincs, a csatlakozók forrasztásának minősége, memória kontroll modul, gyakorlatilag a felforrasztott alkatrészek minősége, az A a az, az, az a lényeg, hogy csak működjön. ID cooling a RGB elosztót vettem, a ventilátor pörög, de nem világít. Ez miért van? Mert az RGB elosztót be kell dugni az alaplapra attól, és hogyha az alaplapodon nincs a RGB, akkor ez kaksi. Szerintem megírja a PC 4.0-es motherboardba PC 3.0-es GPU-t tenni. Egyrészt mindegy, mert működik vele, soha nem fogja azt mondani, hogy nem, másrésztről pedig a PC 3.0 lassabb, annyi az egész. Miért van az, hogy nézek egy videót az én konfigommal, és a gyereknek nagyon jó fut, nekem meg nem? Mert a gyereknek lehet egy olyan speciális Windows beállítása van, ami olyan, hogy gyakorlatilag minden háttérben leszopó Windows feature ki van kapcsolva, minden az égvilágon, és neki be van állítva így, és csak úgy megy az egész gépe, ami gyakorlatilag ad neki egy csomó plusz FPS-t. Vagy nád valamelyik alkatrészával szorultva a bérásítok. kurva idegesítő, amikor beszélsz és bele muszájásítanod. kofonról ismered, vagy van tapasztalatod? Nem, nem ismerem, nem érdekelnek az, az ilyen cuccok. Jött 12400 FS, Deep lk 500, vagy 400 legyen inkább 500. Tudtok valami jó fejhallgatót, aminek a mikrofonja és fullos, fél centiméterre van a számtól, és halk vagyok. Bence, SteelSeries. Nagyon jók a SteelSeries mikrofon, a meg kombók. Jó, szép jó reggelt, Üdvözlök itt nálunk. Lesz ezekről beáltásokról videó. Én nem csinálok ilyenről videót, mert ezek windows presettek és van, akinél ezzel lesz baj, van, akinél azzal lesz baj. Egy csomó, csomó, csomó hülyeség felállhat a Windows átállítással. Soha nem bajlódtam vele, soha nem volt rá szükségem. A Superflower Ladex uh, Platinum 2000 W Black Edition tápról mi a véleményed? Hát a leghályendebb táp a piacon. Revios. Mi a reviosz? Szép reggelt, a uh, os ezt ajánlom. Ja, van egy csomó ilyen OS, amit így gyakorlatilag feltelepítettek különböző tartalomgyártóktól, akik ezeket megcsinálták nektek. Csak ne felejtsétek el, hogy ezt az egészet gajra tudja vágni egy darab Windows update és hogyha leupdételed a windows akkor a tökéletesen lehet vágva az egész, és beszoptad az egészet. Uh, i 12400 F és RTX 3060 Ti, egy site Fortnite performance Mode, maximum 120 FPS-en van. Aha, az baj. Patrik, telepítsd újra a Windows-t, szerintem már egyébként szarrá van menve a cuccod. Halit, törtől fejhallgatókról mi a véleményed? Nem ismerem szerencsére. A Asus Prime H310K R2 alaplap azon esetleg nem lenne RGB csatlakozó? Zsé? Próbáltad ezt már amúgy megkeresni a Google-től? Mert egyébként én most így fellapozom az agyamban tudod az alaplapkészletet, elképzelem és kivetítem magam elé a portleosztást, és rájövök, hogy baz meg nem tudom. De hogy így nincs egy szabvány, hogy mi szerint teszik rá. Van amelyiken, van, van amelyiken nincs. Ezt google en meg kell nézni. Ryzen 5600X és GTX 1060 Super az jó konfig hát a videókártyában egy 30 60 40 is belefér, mert gyakorlatilag ez egy kis gyenge neki. Hát nem kell frissíteni, inkább két éve így használom, és nagyon stabil az egész. Az, hogy nem kell frissíteni, az egy fasság. Szóval, hogy azért vannak Windows frissítések, és azért vannak dolgokban frissítések, mert egy idő után egy-egy szoftvert rád fogja baszni azt, hogy nem indulok el, amíg nem frissítesz. Szóval, hogy olyat, olyan tanácsot ne fogadjatok el senkitől, aki azt mondja, hogy nem kell frissíteni. Köszi. Darkflash gépházakról vélemény, ezt már többször elmondtam, de szerintem elég oké okay Napos szépet neked is, köszönjük, milyen vezet, uh, vezetékes vagy vezetéknél külüt. Fejlődőt érdemes gamingre, nem aranyárban. A Red dragonnak az EOS 2-i az teljesen oké okay gamingre, nincs aranyárban, gyakorlatilag egy ezer forint, jó a hangzása, tök jól lehet vele FPS sútereket tolni, és szerintem tök elveszhető az egész játék vele. Ami működik, az nem hülyeség. Jaj, bazd meg, ezt annyit hallottam, mert tudjátok, vannak az emberek, akik olyan erővel állítják a fasságaikat, szóval hogy annyi emberrel találkozom, aki állítja azt, hogy nem kell, hogy jól megy. Igen, csak bazd meg, tudod, amikor egyszer átgeppelsz azon, hogy már nem csak játszasz azon a kurva gépen, és elkezded értelmes dolgokra is használni, bocsánat, amúgy a játék is egy értelmes dolog nyilvánvalóan, de hogy, de hogy amúgy annyira fasság. Szóval, hogy adsz tanácsokat olyan embereknek, akik, akik Amik a végén úgyis abba a piabába fognak belefutni, hogy szükség lesz arra, szükség lesz arra hogy update a dolgaikat. Mondom, jók ezek az OS-ek, amiket így előre beállítva le tudsz tölteni, és a jobb tartalomgyártók megcsinálják update a beállításokat, hogy megmaradjanak és rászkedzsölöljenek, de hogy nyilvánvalóan most működik, lehet jövő héten már nem fog. Ezért, ezért, nem lehet ezeket ilyen biztosra állítani, ez gyakorlatilag pont olyan, mint bármilyen elektronikai termék, hogy most jó, most működik, nem nyúlok hozzá, mert megy, de ahogyha kitakarítottad volna múlt héten, akkor lehet még menne egy hétig, ugyanilyen, hogyha leupdate volna, akkor lehet, amikor éppen szarban vagy, akkor is kellene, akkor nem. Uh, RTX-1 ez full HD monitor, vagy 2K monitort vegyek? Amelyiket te akarod, mind a kettővel jól fog menni, full HD-ban magas hercű monitort vehetsz, 2K-ban meg én ajánlom max. 144-et. Mert fps ből nagyon kevés játékban lesz 144-nél többed. Ilyen egyszerű. <coughs> Egyébként, egyébként, az a baj, hogy nem tehetünk ilyen állításokat, és nem mondhatjuk azt, hogy ez vagy az akkor jó, hogyha működik, meg hogyha megy, mert mindig azok az emberek írnak rám, akik megfogadnak egy-egy tanácsot a csetről, és így elmondják, hogy bazd meg, és így állok taut, hogy ezért mondom, hogy ne fogadjatok el mindenkit a minden tanácsot, mert lehet valaki érti a statisztikákat, csak nem olvas egy termék után, hanem azt mondja, hogy ez jó márka, jól néz ki, pont, pont annak a márkának az a termék egy fos. Mi másabb a Founder's Edition kártya, mint a többi teljesítmény? Jaj, nagyon egyszerű a Founder's Edition kártyát a vitrínbe találták ki, és kibaszottul lassabb, és kibaszottul meleg, jobban melegszik, és kurva jól néz ki. Még a többi kártyát a gyártók azért egy kicsit meg, meg, megpöcköztek, és jól-jól lehűtötték, meg egy kicsit átalakították. Gyakorlatilag a különbség az az, hogy az egyik az Nvidia, vagy az AMD alap, Alap beáltására épül fel, még a többit a gyártók egy kicsit átalakították, beletették önmagukat, és jobb hűtőt tettek rá. B50, Aurus előtt v alaplap vélemény. A 450 és a 550 nek a v 2 ugyanaz a véleményem az Aorus-tól. Nálam mindig nem meghaltak az USB csatlakozók, a 12-es volt szál, a RAM csatlakozók és egy csomó minden. Én elköszöntem tőle, és soha többet nem veszek gigabyte alaplapot. Egyébként a mostani az utolsó, és ezután nem is lesz több gigabyte alaplapom, és nem is szeretnék több gigabyte alaplapot. Ez, a, ez az abszolút véleményem erről. Most ha ezzel valakit megbántok, nagyon sajnálom, de én soha többet nem szeretnék egy gigabájt alaplapal dolgozni. Jól néz ki köszönöm szépen, egyébként ha valaki szeretné megvásárolni, akkor kroppon van, nem reklám, onnan vettem. Kinek mi? Hát, ez a kinek mi is egy olyan dolog, hogy, hogy nem fogadjuk el egymás véleményét, csak úgy vagyunk, hogy nekem van igazam. Szented RTX 4060 jó az Asus Dual? Dávid, elmondtam, baz meg, múltkor is. Pont neked, pont tetetted fel a kérdést. Nem változott a véleményem. Asus X570 Plus, figyelj, gyakorlatilag ez egy kurva jó alaplap. Nem fog problémát, nem lesz fel problémát, kihasználhatod. Nagyon hosszú távon jó lesz, én csak ajánlom tudom. Akkor lehet azért van 120 FPS fortiban, mert az RTX 3060 Ti Founders Edition van nekem? Nem. Nem. Nem, ez így nem függ. Egyébként nézted már, hogy nincsen lelokkolva Fortnite-ban az FPS-et 120-ra esetleg? Csak ez egy nagyon jó kérdés, hogy az FPS lockingnál nincs be kattintva az izé. A 120 FPS, mert, hogyha le, mert lehet akkor ez a problémád. Mert amúgy, amúgy nincs, nem stabil az FPS, attól még lehet instabil az FPS, meg ugrálhat, meg stb., hogy be van kattintva, de értem, értem. Szóval valószínűleg nincs be kattintva. Mi a véleményem az aoc ról Én az AOC márkával elégedett vagyok, nem szeretem annyira mondjuk, mint egy Samsungot vagy egy logitech de nincs semmilyen problémám vele. Kingston A400 SSD meghajtó, 240 GB, 2,5... Jaj, bazd meg! Ú, ez egy régi dolog! Öregebb, mint én, bazd meg! Azok az SSD-k gyerekek gyakorlatilag minden gyereket megmentettek, érted? Ott a kölyök megkapja a gépet, és elmondja neki valaki az internetről, értitek, nekem a GameZone mondta, a GameZone, streamben nyilván, ott az SST, és tudjátok, indul mindenki a média márba, mint nyugdíjasok szombat reggel a Pennybe, és, meg, és nekem az életem ezen, ezen, ezen az A400-as Kingston SSD-n zajlott le. Volt belőle 250, 500-as, egy teres, minden volt gyerekek. Annyi ilyen Kingston SSD-n volt, és imádtam őket. Erre, ez olcsó volt, és volt rá pénz, és minden ezen ment. A Chao 3060 Ti-ról Ryzen 7 5800 3D mellé milyen kártyáról lehetne érdemes? A Full HD-hoz kellene. Ha full kellene, akkor semmire ne upgrade mert ez így jól van. Ha szeretnél feljebb menni, akkor akár egy RX 6900-at, vagy egy 6950 XT-t, vagy gyakorlatilag én egy 4070 Ti-t is ajánlok. Jól lenne valami megoldást találni erre, tudsz majd ebben segíteni? Nem. Esetleg live után DC-ben, privátban? Nem. Gyerekek, én nem érek rá arra, hogy leüljünk itt problémákat megoldani. Fel tudom kínálni nektek azt, hogy csatlakozzatok a Discord szerverhez, dobjátok be a PC tanácsokba, vagy véleményekbe, vagy még szobába, és az ottani emberek leülnek veletek nagyon szívesen, és segítenek megoldani. Mindenki kedves, mindenki jófej, mindenki segít megoldani a dolgokat, viszont én nem érek rá arra, hogy leüljek valakivel privátban megdumálni az ilyen dolgait. Ha a gépépítésről van szó, akkor vannak patronos szolgáltatásaim, de gyakorlatilag azon kívül viszont, skacok, tényleg azt tudom ajánlani, általában én is nézem a DC-t, általában csak visszolvasom, mert hogy én most ezután a stream után játszani akarok, az is megint streambe, majd utána kilépek a streamekből, elkezdem a videófeldolgozást, hogy a volt feltöltődjön, utána csinálom az én saját kis dolgomat, ami már magánügy, és nyilvánvalóan nem érek rá mindenkivel leülni, beszélgetni, és ennek, ez, és ennek ez az oka ennyi. A gyors, hát nem gyors, mert ő egy lassú SSD-nek számít az SSD között, de egy harddiskhez képest azért komoly teljesítmény. Uh, van ilyen videókarid, ami már nagyon öreg, de még mindig üzemel, persze. Van 710-em, uh, 6600-as HDM, 3000-es hd, 3000 HD szerintem még MX uh, Nvidia-m is van, van egy pár ilyen. És ha hogyha érdekel az én setupom, kattintsatok a profilomon, található kicsi linkre, és ott pedig át tudtok kerülni csodálatosan, a Discord szerveremre, Discord szerveremre, a Twitch csatornámra, ott pedig a leírásban ott van minden egyes apró részlete ezeknek az adások, ezeknek a paramétereknek. Ciao, szerinted az RX 78 GB, 4100 GB, hát figyelj, játszani jó, ha soha nem nyúlsz semmihez, akkor ez jó, oké lesz. A Ryzen 4500 egy FOS-processzor, gyakorlatilag egy Ryzen 5 2600 simával sem éri fel magát, szóval a második generáció, az első és a második generáció között rak akadt teljesítményt tudja a 4500, um, és nem tudja kiajtani a 1080 ti t annak ellenére, hogy sokkal újabb nála. Kb. mennyi másodperc, amíg bekapcsol? Bazd meg, honnan tudjam? Mi vagyok én, geci? Hát felugrok a plafonra. Mennyi idő még bekapcsol? Én hallottam már hülye kérdéseket, gyerekek. Hallottam már kurva vicces kérdéseket. De még nem kérdezte meg soha senki tőlem, hogy mennyi idő még az SSD bekapcsol. Hát dugrál 220 azt nézd meg! Robba, robba, bekapcsolt, árammal ott van. Rengeteg mindentől függ. Az első bekapcsolás lassú, az utolsó is lassú lesz. A kettő között meg attól függ, hogy hány millió programot hagytál startupon a task manageredben, bazd meg. Hogyha startuppal az egész gép a Windows mellett mondjuk még a kecskeporesz, meg minden, minden csodálatos, rögzített poresz mappa a gépeden, az idő. Szia, szerinted Ryzen 5600, RX 6600 XT, Full hd jó, kiváló build. Steel perifériákról mi a véleményed? Szerintem top quality. Western Digital Black SN770 1 tb m 2 SSD jó. Patrik, te írt, te voltál az, aki írt Discordon, igaz? Én válaszoltam neked. Én válaszoltam neked Discordon, olvasd el, amit ott írtam. Ja, te voltál, te voltál az. Válaszoltam neked DC-n. Ez, ez nem egy streames kérdés, ebben most nem akarok belefolyni. A uh, Szia, mely kéri meg jobban 15k-val olcsóbb 1660 Ti, vagy 6700 XT? Á, figyelj, vedd meg a 1660 Ti-t, ami gyakorlatilag Full HD-ban nem képes futtatni semmit maxon, FPS droppol, túl melegszik és egy fos, vagy vedd meg az RX 6700 az RX 6700 XT-t, vagy 6700-at, és a Full HD mindent maxon, vagy 2K 30 FPS-ben mindent stabilan, mint az állat. Ja, szerintem is az 1060 ti -ja jobb. Ez jobb, mint a Tamus 20 tb SSD? Amúgy akarok venni egy Tamus 20 tb SSD-t. Szét akarom szedni, és fel akarom robbantani. Temus gépépítést így néztem gyerekek, de nincsen minden alkatrész, nem lehet mindent venni. AliExpressről meg visről lehet rendelni amúgy kínai kis gépeket, de hogy Temurról amúgy sajnos nem lehet rendelni ilyen gigászi dolgokat, szóval, szóval ebből, ebből, csalódás a Temu, de majd, majd találunk valami jót, majd találunk valami jót. Nagyon szívesen, Vidikarit uh, nem lát, csak ott, Hát egyébként, egyébként, azok például, ha, valakinél olyat látok, hogy Kínából rendelt videókártyát, vagy a gépbe alkatrészeket, én most egy full őszinte dolgot fogok nektek mondani. Úgy megérdemli a sorsát, ahogy ott van. Megérdemli, érted? Süsse le a gépet. Én értem, hogy az emberek olcsón akarják ugyanazt beszerezni. Tökre megértem. És igazatok van. Jól olcsón beszerezni a jót. De hogyha tisztában vagy azzal, hogy ezek az oldalak többnyire szartárulnak, és te megveszed, megérdemled a sorsod, bazd meg. Ryzen 5700 x 3,4 GHz elég lenne egy RX 7600 xt -hez? A válasz az, hogy igen. Ciao, 650 wattos giga... 650 wattos 80 plusz táp, nem tudjuk, hogy az is gigabyte, de az alaplap biztos, processzorból pedig... B550, nem DHS3 alaplap. Azt mondta, hogy milyen szoketje van, baz meg. Gondolom ez egy ám 4 es izé, és azt fogom mondani, hogy Ryzen 5600X, de az kiderül, értetek, hogy van b 550 Intel, ami mondjuk két legdeja, de Amúgy egy vicces próbaként jó az. Igen, jó, jó az vicces próbaként. Ez itt tök oké. Okay. Abból a szempontból jó. De amikor valaki komolyan veszi meg az ilyen dolgokat, akkor az egyetlen dolog, amit én akkor megérdemel, amikor elromlik, még egy nyakleves érted rá. De meg sajnálom az emberek pénzét. Már költhették volna normális dolgokra. Mindegy. Uh, akkor Ryzen 5600X jó lesz ide, azt, ezt az alaplapot meg sajnálom. Észak Predator Eaton 700-ról mi a véleményem? Jaj gyerekek, honnan a faszomban tudnám, hogy mi az az Acer Predator Eaton? Most monitor? Laptop? Billentyűzet, bazd meg. Életemben nem hallottam még róla. Úgy néz ki, mint egy, mint egy billentyűzet. És szerintem a legkülönlegesebb feature benne az az, hogy billentyűzet. Van rajta egy nonsense kapcsoló, itt jobb felül, amivel, amivel az, az, az agy szintemet lehet pumpálni, bazd meg esetleg. Azon kívül egy billentyűzet hogy mi a faszért ad egy ember 65 ezer forintot egy billentyűzetért, ami simán fekete, alulról világít, és nem tudom milyen dinamikus háttér. Na várjatok, várjatok, termé termékértékelés. Termékértékelés. Figyeljétek, leírást fogok olvasni, az a -ról. Szóval, gamer billentyűzet, gamer, gamer már még egyszer szóismétlés, hagyományos magas profilű billentyűzet, dinamikus háttérvilágítással, programozható makrogombok, US kiosztás, egy USB fekete. Na ebből mondom, mi kellett volna. Makrogombok, US kiosztás, világít, USB. Ennyi. Egy sor. Ez nem 60%-os? Nem, 100%-os tudsz venni hozzá kiterjesztett garanciát, azonnali termék garanciát, termék garanciát, 60 napos áru, áru visszaküldési lehetőséget, Game PChez PC-hez 3 órás előfizetés, nem gondolom havi akar lenni amúgy, 7490 forintért, és adsz érte 65290 forintot, és megmondom, és mennyivel fog többet tudni az én alig, nem tudom, 2000 forintos észert Válasz az pedig, hogy semmivel. <laughs> Gyakorlatilag ugyanaz lesz. Én nem értem ezeknek a drága perifériáknak a lényegét. Értem azt, amikor veszel egy jó mechanikus billentyűzetet, de egy jót. Tudod, amikor kicsit custom-kéből, meg custom-az egész, meg tudod milyen switch van benne, meg tudod mit veszel, de én totál nem értem meg, amikor megveszed valamik nagymárkának a 60 ezer forintos billentyűzetét. Nem, soha nem fogom megérteni. Rebuild, ha ott voltál a setup, setup tour egyen, akkor tudod, hogy mikor lesz a kettő. Uh, mert uh, um, mi a baj azzal a lappal, nekem is olyan van, és kibi, uh, kibírta a vérám stresszteszteket uh, bőven. Hát igen, csak meleg, 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 és meleg, és meleg. Az összes gigabyte az a baj, hogy meleg. Túl melegszik a vérám, szara szarakodik a vérám. Még az ám 4 es lapok elég tűrhetőek bármelyik, de nem tudod, nem tudod belerakni a high-end procikat, és... Fasz ki van azzal, hogy nem lehet mindent megcsinálni jól. Nagyon unom az összes ilyen szar alaplapot, ahol mindenben csak az a lényeg, hogy cseréld, cseréld, vegyél újat, cseréld, vegyél újat. Kicsit elfáradtam ebből. Na. Azáról ugyanúgy biztonságos ilyen dolgokat rendelni, például hogy persze. A skacok az árukeresőn szereplő weboldalakról mindenonnan nyugodtan rendeltek, teljesen okésak. Uh, oké, okay. honnan ajánlod a perifériákat megvenni? A boltból, bármelyikből. Én nem ajánlom azt, hogy 60 ezret adj ki egy perifériáért, amiben nem jön hang, hanem gyakorlatilag csak egy bilentyűzet. Igen, ott voltam. Me uh, mennyinél számít melegnek a véram? Hát, mondjuk 70 fok felett már gázos. 74-5 fok a max, amit kibír. Max. Mi a véleményed, hogy az újabb laptopoknál már hátul van a 24 pin? lapoknál, nem laptopoknál, lapoknál mi a véleményem erről? Nekem készítettem már erről egy videót. Nekünk, pc buildereknek megkönnyíti az életünket, az emberek jobban fogják szeretni, letisztultabbak lesznek a bildek, meg fogják találni az alternatívákat rá, lesz majd dupla üvegoldalú ház, és nekem nagyon tetszik. Szerintem, szerintem, ennek már 10 évvel ezelőtt is itt volt az ideje, csak basztak foglalkozni az alaplapgyártók ezzel. Az alaplapgyártóknak az alaplapokon kevés a pénzjövedelem, ezért ha romlak, most már hamarabb. Július 1 lesz, ugye? Én nem mondtam dátumot, bazd meg. Hopp, és tényleg július 1 lesz. Na de ügyes, na de ügyes, na de ügyes. Milyen szépen kiszámolta a rebuild. Hát a nálam pedig uh, bele fog menni a Ryzen 7 5008X3D, fölött már én sem tennék bele mást. Hát viszont ugye a Ryzen 9, a két Ryzen 9, azt meg undervoltolom. voltalom. Na látod, Enobeli, uh, An ez egy fasság. Az, hogy megveszed, ne ezért mondom azt, hogy te, mint felhasználó, végkép gondold azt, hogy én most megveszek egy alaplapot, kiadok érte egy vagyont, beépítem a gépembe belerakom a procimat, amire megint kiadtam egy vagyont. És akkor mivel én értek hozzá, de tegyük fel, hogyha nem értek, de mivel én értek hozzá, utána nézek, hogy kell undervoltolni. Undervoltolom, hogy a szar alaplapomnak a szarminőségű minőségű véramja, amiből lehetett volna jót is tenni, mert bazd meg azonban a kibaszott raktárban volt jó is, és két-három dollárral lett volna több az alaplap gyártási költsége, de nem, így hamarabb megdöglik. Nyilván beletettük a szart. És akkor te, mint felhasználó, neked undervoltolnot kell, hűtés problémákkal kell foglalkoznod, stb. 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 Annyira, de annyira undorító ez a piac. Úgyhogy gyerekek, marketinget, menedzsmentet és pénzügyet tanultam, rájöttem, hogy a legundorítóbb dolog az egész világon a gazdaság, és a gazdaság minden pontja, annál undorítóbb dolog nincs. Tényleg nincs. A legszarabb, leggecibb, legbotrányabb dolog, hogy az embereket megvezetik, pofával előre mindenki megy, büszkén mondják, hogy mit és hogy vettek és mit beszéltek rá a nagygyártók. Ezek borzalmasan irritáló és idegesítő dolgok. Tudom, hogy igazam van, tudom, hogy igazam van. Az a baj, hogy ebből tényleg tudom, hogy igazam van. Itt most nem az volt a lényeg, hogy az ő alaplapja szar, itt az volt a lényeg, hogy a gigabyte az asus és mindenkinek a kurva anyját azért, hogy nem csinálnak jókat. Nem csinálunk jókat, mert több fogy. Jó, zsír, tök jó, a gazdaságodnak nagyon jó. Kerüljön inkább kétszer annyiba, de tudjon tízszer annyit. Nekem ez a véleményem. Tudsz -e jönni a barátomnak egy budget gaming PC-t, Intel, RTX kombót? Nem. Totál mindenhol, mindenbe. Ez az. Hali, a sok alaplapot AMD a 5 B650 vélemény esetleg tapasztalt. B650 Pro rs vásárolj. Ebben a gépben itt mögöttem, és a szomszéd szobában lévő gépben is olyan van. VRAM legdurvább processzorral sem elekszik 60 fok fölé, max 64. 64 a legdurább procival, ha van nyilván 200, 000, 240 ezer forintod Ryzen 9, 9, uh, 7950X-re, ezt engedjük el. Szóval, hogy azzal meleg annyira, a többivel még alatta lesz. Tud kezelni 5600 és 6000 MHz-es nagyon stabilan CL32, CL60-ban. Nem adunk 120 ezer forintot egy alaplapért. Felejtsük el. Biztos, hogy nem adok 120 forintot egy alaplapért. A egy átlag embernek gyerekek, ha mögöttem az párom gépe. Gyerekek, azért, azért, tiszteljük már az emberek pénzét. Szóval, hogy így egy átlag dolgozó, 20, 25 év alatti ember 300 és 360 ezer forint között tud keresni pénzt. És 120 ezer egy alaplap, meg 150, meg 180 ezer egy albérlet, meg a rezsi, meg a mindenfasság, hány hónapig kell valakinek spórolnia azért, hogy vegyen magának egy gépet, amiben egy húgyszar 120 ezer forintos alaplap van, ami lehet, miután lejárt a garanciája, megdöglik. Szóval így ezt mindenkinek. Ebből a szempontból. De aki többet keres, nyilvánvalóan ez megengedi magamna, magának. Szerinted meg tudják oldani, hogy uh, a két CPU oldalán lenne a, második, a CPU más, két oldalán lenne hűtés? Prox, ezt most fogalmazd át magyarra? Örülök, hogy tetszik, ne, nagyon szívesen. Most sikerült ah, szereznem végre egy sziszemű Focus GX750 Gold tápot, kellett már, elhiszem. Adata, Xpigy, SSD jó vagy nem? A legszarabb. Amúgy Dávid, komolyan pénzzel fogom összerakni a géped. A bró megkérdezte már az összes alkatrészt, az összes SSD, az összes mindent, az összes ezt, az összes azt, és akkor utána olyanokat mondta, hogy a barátjának kell a gép. Hát, de, de, ember, nem vagyok hülyebb, tökre megjegyeztem a profilgéped meg a neved, a kérdések mennyiségéből. Több embernek raktunk már itt az a streambe gépet, de nem kell minden alkatrészt megkérdezni. A haló, halló! ma találtam Hardware aprón egy olyan lapot, hogy lehidaltam, szerintem ma el is megyek érte 120k egy x 650 e Carbon wi de nekem 7950 X3D megy bele, meg egy 4090 egészségedre, toljad neki! Uh, szia, végül sikerült a projekt DC-n, ha igen, jönnek gyerekek, én kiemeltem azt, hogy nem fogok... Egyedülálló, elszomorodott embereknek, akik nem akarnak kimenni a házból, Discordon Tindert csinálni, mert ugye van erre egy kurva jó indok. Mert van egy kibaszott Tinder nevezetű applikáció, amire beregisztrálsz, és próbáld meg ott. Ez egy community Discord, érted? Nem társkereső. Senkinek nem fogom megfogni a faszát, hogy fasz, fasz, tegyék! Én ma idegbe jövök, bazd meg. Én ma berugom ezt a monitort. Kislábújjal. Real geci. Real bazd meg. Ó, Ribild, boldog születésnapot akkor, és köszi szépen, hogy itt voltál. Hogyha még van kedved, visszanézhetsz a későbbiekben, és várok majd mindenkit a setup tűrön. De Kata, 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 tudod, tudod ez mennyire érdekel, hogy menjél, és keres magadnak valakit, de tőlem kurva messze. BON! Nagyon jól néz ki mögöttem a gép, köszönöm szépen! Tényleg jól néz ki, nagyon sok meló volt vele, rohadtul szeretem. Itt is hátrébb megyek, hogy látszódjon. Mondom, mi van a gépben, Ryzen 9. 7900X 3D, 32 GB 6000 mhz RAM, 5600 mhz RAM, egy 4070 Asrock B650 Pro RS, egy, T egy tx es korzértáp, és ehhez csatlakozik néhány plusz-minusz kiegészítés, meg nyilvánvalóan egy jó kis SSD is van benne. Szép volt! volt. Szia-szia! Uh, köszönöm szépen! szia, -szia. Na, Na csá... Miért nem tudok írni a chatbe? Tudsz írni a chatbe, csak olyasmit akarsz leírni, amit ütközik a TikTok irányelveivel. Kata Pasit keres, ki nyer, akinek erősebb a konfig? Nem, 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 nem. Az nyer, ezt az embert annyiszor bannoltam már XY ki, mindig visszajön ugyanezzel a profilképpel, egy hasonló Kata névvel, és nem bírok megszabadulni tőle, viszont a Discordunkról is ki van tiltva, és nem tud visszajönni. Bam! És ott van, érted? Hiori bazmeg meg megmondja. Hiori megmondja a tutit. Ha Tinder DC csoportot akartok, fogd meg magad, és csinálj magadnak. Tényleg bazmeg. meg. Milyen SSD-t ajánlani? Olcsón, kicsit. NV2 a Kingstontól, KC3000 a kingston Kingstontól, és én totál csalódtam a Samsung ssd de Samsung 970, ami nem olcsó, viszont 98990. Ezekből a prók is jók. Na, sziasztok, szép jó reggelt egyébként mindenkinek, és kacok, ne felejtsétek el, hogy tech Talk után folytatódni fog a stream, csak survival gémezni fogunk, uh, és azt mondtátok itt a tekkes emberkék, hogy van akit érdekelne az is, hogyha játszok is. Ősi, köszönöm szépen egyébként az ajándékokat. Uh, és mondtad, hogy van, akit érdekelne az, hogy Twitch-en játszunk is, szóval majd őket, utána várom Twitch-en, megyünk játszani, én kolléganő fogok, elkezdtem már egy kis gémet, és ott fogunk játszani tovább, azt lehet majd nézegetni, meg feltenni még kérdéseket, meg beszélgetni közben, szóval remélem, hogy van kedvetek majd, és jól fogjátok majd ott, ott is érezni, mert kíváncsi vagyok. A legutóbb azt mondtátok, hogy ti szeretnétek egy ilyet, én meg azt mondtam, hogy akkor legyen! És nyilvánvalóan most ez is fog történni. Amikor nézem az rgb s géphűtő ventiket, mindenki, mi, mindennek kicsi volt az, a légszám, az légszállítási tudszaját, ami jó, vagy mennyitől jó szerinted? Hát figyelj, szerintem a minimum, amit egy gépbe be kell rakni, az a 60 CFM azokat hívjuk az általános jónak, de ez az én magán szubjektív véleményem. Van, aki azt mondja, hogy legyen 30 CFM magas RPM, én azt mondom, legyen alacsony RPM és magas CFM. Az az én véleményem. És én, nagy, én leginkább a Lion t és a corsair ajánlom magas CFM jó RGB-vel, de gyakorlatilag pedig, hogyha lemondasz az RGB-ről, akkor meg noctuálsz szét a gépet. A maximum menny mennyit költenél egy PC-re? Hát 700 ezer forintnál többet, biztos, hogy soha nem. Mi a foglalkozol a streamen kívül? A, a munkámat azt én konfidenciálisan kezelem. Ha valaki egyszer kiderít és elmondja a többieknek, azzal én nem tehetek semmit, de én nem fogom soha elmondani nektek, hogy mit dolgozom. Hello, hello, 12 cm-ből milyen márkájú ventiket ajánlasz, amik RGB-sek? Erre a kérdésre szerintem válaszoltam pont az előbb a, a Gábor kérdésében. Uh, Alpenhofen is ide tartozik? Alpenhofen? What is the Alpenhofen? Egy sajt, vagy nem egy sajt? Két sajt? Büdös sajt? Kék sajt? Két sajt? <laughs> nem tudom, mi ez az Alpenhofen? Na, arra ugye, annyira viccesen hangzik, amikor kimondasz ilyen idegen nyelvi szavakat, hogy Alpenhofen! Hogy hogy Német, németek olyan viccesen olyan viccesen tudják mondani a dolgokat, és olyan, olyan gonoszul, pedig azt mondják mondjuk, hogy pillangó. A RGB Ventik jók, életemben nem használtam Asus ventilátorokat, így hogy mondjak róla a dolgokat? Milyen nyelven tudok? Hát érteni angolul tök jól értek mindent, beszélni angolul de ne, neccesen beszélek angolul, magyarul tudok, Elég jól, mint halljátok, amit egyébként tök jó, ki tudom szerintem magam, meg románul tudok. Német hűtő és venti gyártó. Értem. Alberofen. Egyébként van egy b szintű német nyelvvizsgám, de soha az nem ültem be. A nyelvvizsgára csak megkaptam. Ajándék volt. Amúgy miért lényeges, hogy milyen nyelven tudok? Hello? Ez olyan, mint hogy megkérdezett, hogy és mekkora boxert használsz? A gaming laptopokról mi a véleményed? A gaming laptopokról az a véleményem, hogy az elsősorban szerintem a gaming laptopok egyetemistáknak lettek készítve, aki egyszerre szeretne dolgozni, haladni a dolgaival, és játszani. Átugrani a koleszbe, az egyetemre, és, és mindenre. Aki azt mondja, hogy a laptopok szarok, az pedig hülye. Ez az egyszerű véleményem. Mert a laptop egy csodálatos, miniaturizált technológia, amiben gyakorlatilag azért fizetsz többet, mert kapsz képernyőt és egy mini technológiát. A laptopok abszolút nem szarok, csak valakinek az értelmezési tartományán kívül maradnak. Mert hogy alapvetően, mondom, a gamer laptop az annak való, aki mondjuk egy egyetemista, és tényleg ugrál a kampusz, az albérlete és az egyetem között, ahol szeretne játszani is, ahol szeretne dolgozni is, ahol szeretne csinálni a dolgait. Mert úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag mi egy gamer laptop? Mi a különbség egy laptop, meg egy gamer laptop között? A processzor hűtése, a hőcsövek mennyisége, és fejleszthető bassza meg. Több ram nagyobb SSD-t tudsz beletenni, mert van hely benne. És nyilvánvalóan ott jön, hogy OLED vagy IPS kijelzős a legtöbb gamer laptop, gyakorlatilag ott van mögötte, hogy kösi, megkaptam kávét. Thank you. Na, kaptam majd egy mai harmadik kávét. Laptopom nélkül már nem léteznék, agyon nyúzom. És, ja, és, és, a másik dolog meg az, hogy képzeljétek már el, hogy azt mondja valaki, hogy szar laptop. Oké, okay, szar a laptop. De amikor én átmegyek haverhoz, mondjuk a Palidihez, már akarunk majd egy Conan Exile el hétvégét tartani, amikor két napig játszunk, akkor nekem meg kell fogjam a vasat itt jobb oldal, bal oldalt, meg kell, fogjam, meg kell fogjam a kibaszott full setup billentyűzet, egér mindent, fel kell emeljek mindent, és el kell induljak vele, kocsival minden. És így, bazd meg, ennyi. Ennyi. Mindennel el kell indulni, egy nagy hatalom cuccal menni oda, vagy megfogom a gamer notebookom, becsukom, bebaszom a táskába, és elmentem. És nem kell menjek autóval, mehetek tömegközlekedéssel, még nem kell egy csomó mindennel szopjak. Na igen, ez a legfontosabb. A pillanat a no t az kibaszta minden a hülyeségével együtt, mert a fasznak meg van kedve ilyen, ilyen fassalkat olvasni. Na, engem, engem kérdez, gamer laptopról egy melegedő szar. Van belőle rossz egyébként, ez nem mondom, hogy mind jó, csak elmondtam a gamer laptop koncepcióját. Direkt ezért nem emlegettem márkákat. Bár nem egy gaming laptop, de leghasznosabb dolog, amivel valaha is pénzt költöttem. Egyébként, ha engem gamer laptop márkáról kérdeztek, akkor azt fogom nektek mondani, hogy Acer Predator. Nekem ez a tapasztalatom. Szia, Asus B450F gaming laptop Ryzen lapon. Ryzen 5 2600X nem bír el a 30 at életében, az a leggyengébb pontja az egésznek. Oda egy 5600X kell legalább. A... Na, nem, az nem jó, ez elég butus kérdés. Milyen tablettet, a... tablettet ajánlok? Gyerekek, úgy érzem magam, mintha a munkába lennék, baz meg. Totál, fullba. Hát figyelj, uh, amúgy az a baj, hogy most színi fogtok de Apple-t. Mert az Apple tablet fogja a legtovább bírni. Az Apple tablettel nem lesz bajod. Az Apple tablet szép lesz. Az Apple tablet strapabíró, mint bármelyik tablet, bazd meg. A Samsung észre nem egy kibaszott fos, hogy engem kerestek, amit így most pedig fogtam a kezemben. Van még a Lenovo-nak, meg egy-két márkának tabletje. Szerintem, hogy kurva jó ilyen plusz képernyőnek tudjátok ki betenni a képernyő alá, de így annyira használnám. Nekem már ha lap laptopom van, és meg vagyok vele elégedve. Totál megértem miért. Árérték arányban az MSI amúgy a legjobb. Megvan, ha munkába ilyen kérdéseket kapsz, akkor infoboltba vagy eladó. Hát valami hasonlóban, valami hasonlóban, igen. Egy informatikai uh, boltban vagyok uh, értékesítő. Igen, 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 ez, ez a munkám. De amúgy egyébként ez úgy nézett ki, ez a munka, hogy értsétek meg, szóval leleplezem ezt a munkás témát. Ide jött a Mr. Switch egy live-ban, és mondta nekem, hogy ennél a cégnél keresnek embert. Én meg mondtam, hogy én abból, hogy így PC-zek, meg mondok dolgokról dolgokat, én megkeresem ezt a céget, és el akarok menni oda dolgozni. És, el, és a Mr. Switch mondta, hogy menjek oda. És elmentem oda, és gyakorlatilag felvettek, és azóta ott dolgozom, de hogy az egész az a live-ból indult ki, hogy ilyen helyre kerültem be, nem pedig azért live-olok, mert amúgy is ezt csinálom. Ja a MSI laptopnak elég szar a kijelzőjének a színe. Ez megint egy kollektív vélemény, ami azt feltételezi nekem, hogy nem, nem értesz az, amit mondani akarsz, csak mondasz valamit, hogy kitűnjön az egész, amit mondasz, és ettől fel tudna robbanni az agyam. Nagyon jó, én nem ott vagyok értékesítő. És nem lehet elmondani kollektíven az összes MSI laptopról, hogy szaraszine, mert ott vannak az OLED kijelzős MSI laptopok, ott vannak az IPS LCD panálás laptopok, és ott van egy kurva sok MSI laptop, mert például, amit én fogtam a kezemben, az abban egy kibaszott OLED képernyő volt, és az eddigi legszebb képernyő jobbat hoz, mint a VivoBook vagy az embukja az Asusnak. Bunyóra viszem gyerekek! Ryzen 7600-hoz milyen alaplapot ajánlasz, nem baj, ha drágább. Jaj, akkor msi a B670 gamingét ajánlom, vagy az Asrock B650 Pro RS t Mi lett a monitor ajánlás videód vége, mit választotta, választottak neked? Csomó mindent választottak, de őszintén senki szóval volt egy első feltételem, hogy színhű legyen. Szóval, hogy színhű legyen, értitek? És egy színhű monitort se ajánlottak ott. Szóval úgy voltam, hogy hát akkor én ebből egyet se választok, és majd keresek magamnak. Mi lett a monitor? Igen, mondd, hogy egy i9900K mi, mi, hűt le, csak vízhűtő, hűtőt köszi. Arctic Freezer, Arctic Liquid Freezer 360 vagy 420. Csak vízhűtő, és le tudja hűteni. Szívesen! Az oled jók, az IPS lájka nem, nem lájka, nem színhű. De egy gamer laptopnál nem kell színhű legyen a képen, hogy ősi, köszönöm szépen a rengeteg, rengeteg ajándékot. Szóval találtak, mert uh, erre várok. Ja, ja, értem, hogy legyen pont olyan monitort keresel te is, mint én. És hogyha megtalálom a monitort, akkor majd mondjam el neked, hogy te is azt vedd meg. Gyerekek, azt sem tudom, mit igyek. Van kávé, van itt egy meg van itt víz. A víz mellett döntök első körben. Még a végén a még, még a végén kiszivat itt a kávé. Uh, nekem is a lett kijelzős, de mostanában csak olyan laptopokat árulnak, vagy a videokártya, vagy a proci. A ah, jó, aha, igen. Uh, mi a kedvenc játékom? Ark Survival Evolved. Szép napot, szép napot, sziasztok! Pálinkát, hát nagyon annyira vicces volt, hogy mindjárt falnak megyek. Jézusom! <hály> Ígyük alkoholt! De tényleg folyamatosan úgy érzem, hogy, hogy ez, a, ez, a, 15 éves én nem szólalna meg egy-egy kommentelőben, akitől bekérdezett, hogy nem itt is <hály> Van piát. De gyakorlatilag. De nem baj, Egy Lord leszek, gyerekek. Van itt kávé, coponyás, koponyás cuccban, és jó, minni. Hogy miért tört, azt nem érted, hogy miért történik az, hogy laptopoknál vagy a proció, vagy a videókártya? Ez nagyon egyszerű mert próbálnak hajtani árérték arányra, és 400 ezer környékén, vagy a proci, vagy a videókártya nagyon jó, és ezt felhasználás függvényében ajánlják az értékesítők az, a, vásárlónak. Na viszont, 600 ezer forintnál már minden jó a gépben, akarsz annyi pénzt adni egy laptopért, mert én nem akarnék soha. De ennyire, de ennyire orientált, hogy vagy ez, vagy az. Gép közelében nem iszunk, bazd meg, hát itt van egy, kettő, meg egy harmadik. Ez az. Uh, meg ha mind a kettő jó, nem tudnák leüteni. Ez is igaz. Gondolkodtál rajta, hogy full time streamből élj meg? Nem gondolkodom rajta, az az életcélom, gyerekek. Ez, a, ez az egyetlen létező életcélom, érted? Van itt nekem, van itt nekem ilyen Lego űrhajóm, ez az életcélunk. Neki is, meg nekem is. Azért van itt. Ő a bíztató dolog. Gyakorlatilag, Semmi más nem szeretnék, tényleg, semmi más nem szeretnék ősi, csak, csak ezt az egészet, és ezért is, ezért is létezik az, hogy itt van egy ilyen subgól, meg ezért is létezik egy csomó ilyen, hogy egyszer hátha ha azt látom, hogy a bankszámlára beérkezett pénzösszeg azt mutatja, hogy akkor ezt lehet csinálni. Elég a 16 GB RAM, nem nagy játékok kb. két évig. Amúgy elég a 16 GB RAM gamingre a legtöbb játék esetében, nyilvánvalóan a modolásnál kezdődik a party, 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 csak a háttérben nem menjen túl sok minden. Például a böngészőt kikapcsolod a háttérben, mert bőven eléggé válik a 16 GB RAM. Amúgy csak nagyon gyorsan, és nagyon sok kérdés, hogy fel tudok, mert nagyon gyorsan válaszolni, és a annak meg adok egy gyors egy pacsit mindenre, oké? Okay. Szerinted mi, a, mi, az a hőfok, ami felé nem szabad engedni a laptop procét és kártyát? <laughs> ez, a legjobb, ez a legjobb kérdés valaha. Gyerekek, van itt nekünk egy Asus Staff F15-ös laptop, vagy A15-ös laptop, hirtelen nem vágom. Fass se tudja, rá kell nézni, értitek? Soha azt nem, nem, azt néztem, a belső cuccait tudom, mindegy. És a lényeg az az, hogy neki a jó hőfok a 93 fok. Mert mindegy, hogy hogy hűtöd le, bazd meg. Mindegy, hogy milyen hideg van a szobában, vagy kint, akkor is addig melegszik. Szóval a laptopnál nincs olyan, hogy túl meleg vagy túl. Akkor túl meleg, amikor kikapcsol. De nyilvánvalóan jól meg fogja baszni az akkumulátort a melegsége. Volt egy kor 2 8803 és, és, mit csinálják vele, hogy volt egy olyan ott? Pillant, 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 elszégyellem magam, hogy ezt mondtam. Kurva, azt a kurva. Köszönöm szépen az ajándékot. Menő, hogy volt egy olyanod. És Kocka amúgy, aki látta már az új podcast thumbnail és felcsekk felcsekkolt a YouTube csatornára, mit szóltak az új podcast thumbnail -hez? Amúgy egy millió forintból adnál egy PC-re? Nem, nem adnék egy milliót egy PC-re soha. Ha dolgoznék rajta, és mondjuk azt mondanám, hogy én most 4K-ba editelek, és vágok, és stb., akkor adnék érte, de azon kívül nem. Hogyha ez így a megölhetőségem része lenne, és egy szükséges munkatárgy, akkor igen. De nekem nincs olyan vágyam, hogy 4K-ba játszak. inkább szép legyen a játék, és tudjak most játszani úgy vele, hogy akarok. Na annyira még soha nem ment fel nekem max. 76, az tökéletes. ID Cooling xt 2025 XTS véleményed van? Én nem szeretem az ID Cooling és sértődjön meg mindenki úgy, hogy ő szeretne, én nem szeretem. Uh, szépek. Tartósak, tényleg, az, az a visszajelzés, hogy tartósak. Gyakran cserélsz pasztát, és akkor még jól is hűt. A pompájuk tartósabb, mint a többinek. Egy kicsit azért módosították az áramértékeket. Azt nem mondom, hogy rosszak, oké? Okay. Azt mondom, hogy nekem nem tetszenek. Ez egy szubjektív vélemény volt. Semmilyen uh, objektív rész nem volt. Uh, van egy kutyám? Nekem nincs. De van egy macskánk, aki most éppen köcsög, és nincs itt pedig ma akartam mutatni. Egy csomó videóban ugrál a székem mögöttem, ott, 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 ott a széken szokott ugrálni mögöttem, ott, ott, igen, ott, na. Köszönöm szépen egyébként Antalnak a kurva nagy ajándékját, óriási egy király vagy, köszönöm a baszó giftet. És skacok, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a az mert minden hasonlót, és ne felejtsétek el, hogyha valaki felszabolít itt TikTokon a csatornára, akkor az, a leg, az, az, az egyik legfontosabb dolog, itt már van öt ember, hogy YouTube-on a leírásba bekerül a nevetek. Ezt ne felejtsétek el. Nekem is van négy. Jó 3D modellezés a barátnőmnek? Mi, mi, jó vele? Vagy fogalmaz meg Dávid rendesen ezt a kérdést, és rendesen fog rá válaszolni. Sima 40 megéri az árát egy négyezres 400 ezeres buildben. Én 40-60 TI-t használok nekem, a 40-60 egy picit kevésnek bizonyult, mert én ugye streamelek, és a streamelés során az egyik hiba, ami általában előjön nekem a 40-60-nál, az az, hogy 20 FPS-en kevesebbet tud, mint a TI. És nekem azért kellett a TI, mert pont ezt a 20 FPS szokkodja el az OBS, miközben streamelek. Ezért a TI-jal pont annyi FPS-en van, mint egy 40-60-nal, és a stream is megy. Nekem így jó. Ja, oké, okay, átadom neki, így már értem a T betű az mennyit számít. üzenik neked, hogy jó 3D modellezést egyébként. Na most éppen YouTube videó megy a háttérben, de soha nem látszik a képernyő, mert hófehér. Mi a legjobb videókártya szerintem? Árérték arányban? Vagy amúgy a legjobb, mert a legjobb a 40-90. Árérték arányban? So Oppá, köszönöm szépen Antalnak a subscription -jét. Hát légy üdvözölve köztünk, és meg meglett a 6 per 6. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát a te neved is bekerül akkor már ettől a, ettől a csodálatos podcasttől a többibe. Hát én, skacok, örülök, hogy egy régi gép is elviszi a dolgokat. Sok sikert. mondjuk, ha nem streamelek, csak játszok esport játékokat, max Spotify tesznek mellé, akkor megéri, akkor sem ez lazán. Lazán, bazesd oda mellé. Szarjad le, csapjad oda csapjad oda, ne érdekeljen, hogy mit tud, hol tud, legyen ott mellette, úgy kell az, úgy kell az. Én, én adom, én nagyon adom, nagyon támogatom, meg minden. Ja, és kacok, ne felejtsétek el, elmondom ebben a live-ban, meg egy pár szemben ragudjatok, de utána folytatjuk a tektálkot, hogy ezután a stream után Conan exile fogunk Twitch-en, mondtátok legutóbb, hogy van egy csomó ember, aki itt van ilyenkor, és érdekelni utána őket a gaming stream, ami lassabb, nem ilyen informatív, szóval várlak utána majd titeket Twitch-en, gyakorlatilag 5 órától Twitch-en toljuk majd a conan ha valaki ez már nem érdekel, és vissza akar oda jönni, akkor ott várom. 4090 azért, az komoly videókártya, <laughs> apának is az van, is jó. Elhiszem, elhiszem, Jumpy, elhiszem. Gyakorlatilag ő, ő egy nagyon helyen cucc. Hát most látunk egy csomó líket az új videókártyákról, mondjak nektek valamit, vagy ne? Mondom, hanyatlásnak indult a technológiai fejlődés rendesen, mert most már nem arról van szó, hogy ugyanannyi áramból jobb teljesítményt hozunk ki a videókártyákban, mert nanométer csökkentünk, okosak vagyunk, ügyesek vagyunk, több mag, nem? Most elindult a tech-hanyatlás, mert ugyanazt a procit több árammal toljuk meg, és a több áramból hozunk ki magasabb teljesítményt, és így fog kinézni a teljes Nvidia 5000-es széria. Az 5060, 5070, 50, 5080 és 5090-ek borzalmasan nagy technológiai visszaesést fognak produkálni. Wattfogyasztást szeretnék felolvasni nektek. 4090, ezer, nem, bocsánat, 5090, 1000 Watt. 850 és 1000 watt. 4080, 750 és 850 watt. 4070, 400 és 650 watt. 4060, 250 és 400 watt. Gyerekek, ez önmagában a videókártya fogyasztása bassza meg! Nem a gépé, a videókártyáé. Nem, a, az Nvidia kijelentette, hogy az előző szériájának még kettő évig tartják az árát. Hol a twist csatornám? Profilomra kattintasz, ide, szépen, és ott megtaláld a profilomban a linket, ami egy is és ott. 50-90 mellé akciós napelemet is adhatnának. Amúgy tényleg, meg direkt plugin Hát dupla tápos tervez most a Corsair amúgy, kettőt fog adni egyből. Hello Ryzen 5600X és RTX 4070 Ti megfelelő párosítás? Nem. A processzorod túl gyenge a videókártyádhoz, és nem fogod, uh, e eznél a setup már nem, ennél a konfigurációnál már nem fogod érezni a videókártyád maximális teljesítményét, mert a processzorod nem elég erős, hogy kihasználja azt. Hol lehet megnézni, hogy 650 wattot fogyaszt a gépem, akkor mennyivel több a villanyszámla? számla? Matematik from school to you, my friend. Matematice from a school to you, my friend. Calculating in papír. Számoling. Papír. Számoling. Amit egyébként vannak nagyon faszak is kiegészítők, amit ilyen hosszabbítóra vagy elosztóra tudod, így bedugod, és számolja azt, hogy mennyi wattot fogyasztottak el. Nyilvánvalóan 40 ezer forint körül van, de van. Van olyan konnektor, ami számolja, mennyi wattot evett? Azaz, Gábor, pont erről beszélek. Én, a leg, én egy minőségi olyat láttam 35-40 ezerért, ami már minőségi, és láttam pár olyat, amit TikTokon felrobbantottak egy-egy géppel, szóval ne vegyétek, ne vegyétek meg az 5000-est. Nagy, nagy a gap, hogy vagy 5000, vagy 50 ezer. Szóval egy hatalmas az árugrás. nem, nem, nem ok nélkül. A Ryzen 5 4500 nem tudjuk kiajteni, 30-at van. Ti -t. a Ryzen 5 4500 az a Ryzen 5 2600-al felel meg, mert annyira gyenge. Nagyon sajnálom. Nyugodtan jelentek sokat, a további kérdések, itt vagyunk. És aki át szeretné jönni twitch a profilomra kattint, ami a TikTok csatornám bal felső sarkában megtalálható. Rányomod a kicsi újjacskát, ott be fog jönni a profilom, ahol ott lesz a leírásom, majd egy link a linkem. A linkemre kattintva. Csodálatos élvezeteket fogsz találni. De ott lesz a twitch is, a át pattan, és majd ott lesz a gaming is. Meg egyébként twitch lehet hamarabb válaszolok majd a kérdésetekre, mert ugye hamarabb is ugrik fel. Egyébként ma akartam nézni a másik TikTok csatornámról, mert így, így 56 perc után lehet itt lenne az ideje hogy megfelelően állítottam be TikTokon a kis widgeteket, vagy nem. Ez ugye nyilván egy fontos pont lenne, mert ha szarul vannak a widgetek beállítva, akkor elég hülyén fog kinézni. TikTokon késik kicsit, mindenhol minden késik kicsit egyébként. Jött 12400 f kihajtja az RTX 4070-et? Kihajtani nem fogja maxon, de tök jól fogsz tudni vele játszani. Uh, Cel.ro vélemény, én nagyon sok mindent tőlük vásároltam, én nagyon szeretem őket, én igazából csak is csak ajánlani tudom őket. Szia, leghamarabb mitől ö, történhet, hogy nem kapcsol be a gépem? Hát mondjuk a legelső hibának azt mondanám, hogy elromlott a, a gomb. Aha. Most így nézem a live-ot, és akkor így nézem, hogy mennyire lehet látni a dolgokat. Egyébként miért nem mondtátok, skacok, hogy ott a genyósok reklám, is nem lehet látni a dolgokat? Mert amúgy én lejjebb teszem akkor őket. De rengeteg faszom reklámtól tökre nem lehetett látni a témákat. Hopp, köszönöm szépen az ajándékot. LOL és a gépes TikTok az késik egy kicsit. Én most állítgatom itt a témát, hogy jól lehessen látni mindent. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Uh, figyelj, szerintem itt a, a, top nézőket el lehet olvasni. Ja, ja, ami, ami még mellett egy kicsit lejjebb az ez és hoppá, mi történik itt? Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Thank you, thank you so much mindenkinek. Na, elvileg most minden telefonon jól néz ki. Igazoljátok vissza, hogy jobban néz ki így, és nem fedi el már a csomó reklám, meg a felfedezés fül, meg minden hasonló. Várom itt a visszajelzéseket egyébként a TikTokon, hogy jobban néz ki. Közben a kérdésekre. És köszönöm szépen az ajándékokat, csak nagyon kedvesek vagytok. A gépemben van jelenleg egy RTX 4060, azért szeretnék a legjobb processzort, mint a jelen a Ryzen 5600X. Legelőre a RAM nem volt rendesen belekapcsolva, azután kapcsoltam, de nem kapcsolt be a gép. Hmm, nem lehet, hogy rövid zárlatot kapott? I5 12400F, H670M Pro RS, 3060 12GB, tökéletesen konfiguráltad össze a gépet, Intelből ez a nagy versus. Így jó? Így jó? Örülök, tökéletes? Annak is örülök. Na, köszönöm szépen egyébként, így norm normálisan el tudtok olvasni mindent. Kicsit azért balrább kell kerüljek, de szerintem átteszem a kamerát balrább, hogy amikor én középen ülök, akkor ne legyen annyira a fejemen. Még esetleg... Húi! Húi! Na jó, ez így jó. Oké, okay, király. Na. Uh, egy olcsóbb M4-es PCIe 40 tudsz ajánlani? Artik vízültés vélemény a legjobb. Örülök, hogy jó lett. A um, PCI-4 eset pontosan nem, de az ASUS ugye van a PCI-3-asal. Hát szerintem egyébként találsz ASUS-ból, ami nem Prime. De lehet, egy kicsit drága lesz, és nem olcsó. Rövid zárlat, az, az mi is pontosan, kérlek mondd Hát figyelj, gyakorlatilag az, hogy a ram rosszul volt beté betéve, és kisült az áramot ott azon a ponton. Mert mondjuk rossz, rossz illesztéseket érintett össze, amiknek nem szabadna összeérnie. És akkor egy ilyen, ilyen hiba történhetett, ami megbaszta az alaplapot. Igaz, hogy 37, 8 gB jobb, mint 36.12 gB? Igen, mert a GB szám lényegtelen, mert ő olyan szépen feltolják a megahertz számát és a Gigahertz számát a GPU-jának és a RAM-jának, a videókártyának, hogy gyakorlatilag jobb lesz. Milyen feljegyzést ajánlasz 25 ezer forintig, ami jól szól, skulkendi? A Skullcandy fájhallgatók versenyeznek a boss-szal is, az a sennheiser Gyakorlatilag én, nekem azért van egy boss mert haver a boss nekem adta, hogy vegyen egy skullcandy ami jobb, mint a boss. És ez durva, mert a boss az 120 ezer, a skullcandy meg 25-ért már kurva jót veszel. Azért gyakorlatilag, mert az a memória modulja, amit elmondtál a két videókártyának, és gyakorlatilag a processzoruk az pontosan ugyanaz, és hiába maga, gyorsabb a memóriája az egyik vidikarinak, mint a másik vidikarinak, ezt csak akkor érzed, amikor renderelsz. Renderekben óriási az eltérés a 3060 és a 4060 között, de csak ott. És ha az történt, akkor új alapot kell vennem, és ha igen, akkor egy középkategória, középkategória jó, ha pedig új alaplapot kell venned, amúgy mindenféleképpen visszaküldheted a gyártónak, mert már elvileg, hogyha van jó tálás vagy garancia, akkor helyre kell hozzák. Olyan szexi iszom a habos-babos latte-mat, hogy csak na. Um, szóval egyébként a garanciáztatás az mindig nagy szopási a gépeknél, mert egy csomót kell várni rá, de azon kívül megoldható, szóval ettől ne Don't fos, guys! Kurva jó kávé, gyerekek. Két dolgot szeretek nagyon, az egyik a... Nem, sok dolgot szeretek. Két dolgot szeretek inni nagyon. Az egyik a kávé, a másik a Dr. Pepper. Na szerencsére most mind a kettő van. Jaj, tegnap mesélte valaki, hogy van három dolog, amit nagyon nem szeret. Az egyik ebből a magyaró, a másik a narancs, a harmadik pedig a kávé. És egyszer az egyik haverja hozott neki egy kávét, ami magyarós volt és narancsos, és hogy ez kurva jó lesz. Ja, meg még van valami, amit nem szeret az a, az, 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 az karamell, és az is volt a kávé, és így állt, hogy meg, ez a tökéletes mixe annak, amit kurvára utálok. De komolyan, hogy lehet kibaszni valakivel? Na, ki az, aki idejött hazudni? Vállalja! Vállaljátok, Ki az, aki idejött hazudni? Gyizinátor, piszinátor. Most eszembe jut az, hogy a nagyon nézegetem a csípős videókat. Az a baj, hogy én nem, nem lennék jó ben... nem lennék jó csípős videó forgatós emberke, mert nem bírom eléggé hozzá a, csípő, a csípős dolgokat. Oké, okay, bírom a csípős dolgokat, csak van egy szint, ameddig bírom őket. Attól tud zártot kapni, ha legalább 17 órát megy a gép, mert uh, hagyom a gépet autoklikkerbe, játékban? Nem. Nem, ez az illesztés. Ez fizikailag beteszem, kiveszem, elrontom a szerelést, az úgy kap. Ha nem kapcsol be a géped, és nem nyúltál bele a belső cuccaiba, akkor gyakorlatilag vagy a tápod hibásodott meg, vagy a tápkábelet hibásodott meg, vagy az alaplapod. Ennyi. Amúgy a gépnek azt tesz jót, hogyha sokat megy, és nincs kibe kapcsolva. Mert elektronika, és amikor ugye a biztosítékok, meg a kapcsolók mindenféleképpen leürülnek, feltöltődnek, az mindig egy hiba opciót okozhat. A számítógépnek azt tenne a legjobbat, ha állandóan menne. Nyilván ezt nem adjuk meg neki, megtörténik, de ennyi. Szóval, ja, te mikor rakod be a hűtőt, amikor már az alaplap bent van, vagy a házban, vagy amikor még kint van. Na figyelj, ez egy nagyon jó vita. Örülök, hogy tudtam segíteni egy követésen, megköszönheted, és üdvözlök mindenkit. Szóval, ez a kedvenc vitám chat, írjátok le, hogy ti hogy szoktátok csinálni, hogy előbb felteszitek az alaplapra a procihűtőt, és utána helyezitek be a gépbe, ilyen, ilyen buzisan, mint én, vagy nem, mint én, én nem. Vagy előbb beteszitek a gépbe az alaplapot, amit azt állítotok, hogy nincs honnan megfogni, nyilván, és utána teszitek be a, a hűtőt. Mondom én, hogy szoktam csinálni. Én minden egyes alkalommal azt csinálom, hogy felcsavarozom ugye ezt a bracket részt, ugye a tartót, a merevítést és a szettet az alapra, és a hűtőt utólag teszem be. Erre szokott lenni, nem, erre van hat jó indokom. Hat darab, hogy én miért így csinálom, és ezért unprofessionalnek hívnak egy csomóan. Az első indokom erre az, hogy sokkal könnyebb csavarozni úgy, hogy a csavarhúzó bemegy és tekergetem úgyhogy nincs mellette egy ekkora kibaszott bomba állat toronyhűtő, mert nekem nem ilyen kis vékony kezem van, hanem egy kicsit, nem tudom, húsosabb, értitek, értitek a lényeget, az a, az a rágósabb, szép jöreget mindenkinek. A második indokom az alaplapot a VRAM hűtőtől, vagy a dekor blokktól tök jól meg lehet fogni, vagy antistatikus kesztyűben bárhol meg tudod fogni. Ez az egyik dolog. A következő nagyon feature amiért én ezt így csinálom, az az, hogy sokkal könnyebb bedugni a CPU kábelt, ha nincs ott az a geci nagy hűtő. Sokkal könnyebb bedugni a 24 pinest is, ha nincs ott a geci nagy hűtőblokk. És a másik dolog, amit sokkal könnyebb gyerekek betenni ebbe az egészbe, amikor be kell dugnod a gépházba szerelt ventilátorokat. Ez, a, ez amúgy a mondja, harmadik indokom, vagy negyedik, tudja a fasz, de hogy embernek, gyermekem, amikor be van téve a noctua vagy a Deep cool nak ez az állat nagy dolga, vagy, vagy a, vagy a Big És te alá kell bedugda az RGB csatlakozót, a fan csatlakozót, hogy ezzel mennyit lehet szopni hogy te így benyúlsz, és így, értitek, ezzel a mozdulattal a rosszabbik királyba kell hajoljon az újjad, hogy be tud pöckölni. Én el nem tudom csett mondani, hogy mennyivel egyszerűbb, hogy nincs rajta, bedugdosok mindent, innen, onnan, amonnan, hátsó ventilátort, ha nem habba megy, akkor oda, ezt oda, azt oda, azt oda, érted? Bedugdosok mindent. Sőt, még vannak olyan speckó esetek, ahol a videókártyát is beteszem előbb, mert a videókártyánál meg akarom fogni két kézzel, és úgy akarom betenni, nem úgy, hogy csak a hátulját meg az elejét tudom nyomni, hanem úgy meg akarom robosztusan fogni például az RX 7900 XTX-eket, és az RX 7900, a három is RX kártyákat mindig, mindig, mindig előbb beteszem, mint a prociütőt. Azért, mert utána a prociütő rám egy helyére két csavar becsavartam, és kész van, Ennyi, kivéve ha bikvajet. Ha bikvajet előbb a prociütőt teszed be, mert van egy kis fémrudja, amit azért úgy rá kell passzintani és úgy lecsavarni, nem fogtok bikvajetet venni. Nagyon hamar megutáljátok, mert rájösszök az összes, többit egyszerűbb csinálni. És ja, szóval nekem ezek az indokjaim arra, hogy miért nem teszem fel előre a prociütőt. De nyilvánvalóan, aki előre felteszi a prociütőt, attól azt kérem majd innentől, hogy éjjájonál is előre felszerelt procijütővel dolgozunk azért kérem szépen nem utólag, azért professzionálisak legyünk, nem itt faszkodunk, érted? Előre. Előre kérem. Ezt képzeljétek el, Geci, azt, amikor rá van téve a pompa, és így az egész radiátor alaplapot nyomja be a gépbe. Azt azért megnézném. Biztos csinált, ilyen egy csomó ember. De egyébként őt is ismerek, aki pedig úgy szeret szerelni, hogy beteszi az alaplapot a gépbe, és figyeljetek, akkor cseréli le, főleg AMD-nél, a hátsó keretet. Tudjátok miért? Mert akkor megtartja a gépház. Nem kell fogd, vagy valamint tarts. Becsavarozta a távolságtartók, újjad a alá, és megtartotta az egészet. És csók van. Van, aki így csinálja. De én mindenféleképpen azt akarom mondani, hogy sokkal jobb, hogyha csak a tartó van felszerelve, és a legvégén két csavart letekersz, és kész van. Nem kellett szopnom minden kábellel, semmivel. Annyival egyszerűbb, nem értem, hogy miért azt mondják helyesnek, hogy új be. Meg a másik dolog, azt mondta, hogy nincs mit, mivel megfogd. De amikor feltetted a noctua vagy a Deepcool-nak, tudjátok a kis csatlakozóját, azt pont meg tudod fogni, úgyhogy nem érsz az alaplaphoz. Na mindegy, Szerintem utána praktikusabb, mert a kábelekhez könnyebben hozzáférsz. Mindenki ezt mondja, amúgy, akinek van egy kis esze, és nem egy, nem egy el, elfogult fasz amúgy. Nokta, a Venti végéri az árat meg. Kurvára. Szia, az AMD Radeon RX 6800, videókártya jó? Igen. Uh, az mitől történt, hogy a GTX 1654 egy videókártya a kelletinél for Robles, Hát azért, mert elkezdett a hűtő, hűtőpaszta megkeményedni rajta. Hello, hello, milyen alapoktaján a számlít platformon? MSI-ket ajánlom, Asus-okat ajánlom, ők nagyon jók. Ryzen 5600X RTX egy jó sziszonik, tehát tökéletes, tökéletes. sajnos addig megy el, ameddig neked használod, vigyázol rá és nem öntöd mondjuk a kóládat bele. Addig tökéletesen elmegy. Köszönöm szépen az ajándékokat. ami nekem, nekem ezek a fő indokaim arra, hogy miért, miért szeretem sokkal jobban így bepakolni. És, ja. Na, azt hittem, hogy roppanak egyet. Nyugat éljetek csat a kérdések, amit nem bármire válaszolni, nagyon szívesen válaszolok. B 50 Gaming Plus, MSI B550 A Pro, Gaming Plus sokkal jobb, mint az A Pro. Az A Pro egy gyakorlatilag nagyon szar az MSI-nek, amit már nem gyártanak, csak készletet árulnak, a B550 Gaming Plus meg az egyik legjobb gaming alaplapjuk. Nagyon uh, paranályás vagyok az első gépépítésem előtt, ezért kérdezek sokat, bocs, ezért. Sanász, semmi gond, te nem kérdezel sokat. Aki kurva sokat kérdezik, aznak már mondtam, hogy sokat kérdezel. Szoktam mondani, és kacka, amikor ugye ezt a kérdést felteszitek ötször, akkor már úgy érzem, hogy direkt kötekedtek. Nekem holnap lesz gépem, mint akkor i7, 12700KF, AMD Radeon RX 6800 idővel nekem ez tökéletes játékra. És milyen jól lett összerakva? Szerintem melyik a jobb videókártya, 550 Ti vagy 650? Nem tudom. Őszintén, nem is érdekel. Uh, van a BRSK official nevezetű csatorna, pattanj fel majd hozzá valami és szerintem ott vagy a chat, vagy ő fog rá válaszolni neked, de én nem foglalkozom már ezekkel az alkatrészekkel nyilván utána tudnák nézni, nyilván beírhatnám Google-be, ahogy te is, és kiadná egy score eredményt, amiben megmondnád, hogy A vagy B, de figyelj, hogyha szeretnél a aki régi alkatrészekhez ért, akkor BRSK-t fogom neked ajánlani, sokkal jobb ebben, mint én ebben biztos vagyok, és jó szarakozást a tartalmaihoz. Amúgy is én minden egyes tech, youtuber ajánlok magyarba, meg már máshol is, de tervezek egy olyan sorozatot, ahol megnézzük, hogy tech youtuberek még termék promónál hazudtak. Ezt, 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 nagyon szívesen megcsinálnám, és nem rosszat akarok mondani az emberekről, hanem kíváncsi vagyok arra, és én akarok tanulni, hogy amikor én kapok majd tech részeket, amiket ma akarok nektek mutatni, akkor hogy ne roncsam el. Uh... De VR mikrofont ezt. Annyira amúgy nem vicces, mert ők ebből éltek meg akkor, és kurvára, kurvára, kevés, pénz, kurvára kevés pénzből éltek meg abban az időszakban, de nyilvánvalóan nem volt jó a mikrofon. És amúgy tényleg azzal a mikrofonnal vették fel, csak Jani azt nem mondta, hogy ő feljavította azt az eredményt. Ryzen 2008 5800X 3D, RX 6700X, t 32 vagy B550M+, ez is szerintem baszó, baszó, nagyon baszó. Igazából mo most kapom az első gépem, és már izgulok, hogy játszak rajta, elhiszem, 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 és jó szórakozást kívánok majd hozzá minden egyes pillanatához, amit az, uh, el fogsz vele tölteni. Viszont, chat, lehet-e hozzátok egy nagy kérésem? Annyira mondjuk nem hatalmas, de lehet-e hozzátok egy nagyobb kérésem? Kíváncsi vagyok, mit fog mondani erre a chat az, hogy nem köcsög. De tényleg kíváncsi, hogy lehet hozzátok egy nagyobb kérésem. Köszönöm szépen az ajándékokat, minden ilyesmit. Szóval, chat, azt szeretném, hogy nézzétek meg a YouTube csatornámon az utolsó három podcastnek a, a és mondjátok el róla a véleményeteket. Az Auna Mi 900B 5 évvel a legkirályabb mikrofon volt, ma is még jónak számít. Érted? Én öt éve nem használtam mikrofont. Én pár éve használok mikrofont, és akkor a legújabbakat keresgéltem, nem a, nem a, nem a régebbieket, szóval nem tudom. Szóval azt szeretném kérni a csettől, hogy patadjon fel a YouTube csatornára, és mondjátok el, kérlek, hogy hogy tetszik nektek az a thumbnail, mi a véleményetek róla. Nagyon izgulok, hogy mennyire tetszik az embereknek, igazából csak ezért szeretném megkezdeni, és nagyjából ennyi a dolog. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok mondani. Köszönöm egyébként a mindenkinek a rengeteg ajándékot, meg a követőknek a követést. Ugyanúgy 7500 követőnél kisorsoljuk köztetek a kurva menő gépházunkat. Ami még mindig kint van a kocsiban. <laughs> És húrca lesz a magammal nyilvánvalóan mindenhová. Tü-tü-tü. Na, örülök, hogy tetszik, chat. Örülök, hogy tetszik egy-két embernek. Köszönöm a visszaigazolást. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a visszaigazolást. ah, az utolsó videóm a csatornán, ez a mém videó, de jó, ez tök jó. Kérem, ez NVIDIA GeForce GTX 1060-a réginek számít? Hát de egyébként nem egy mai darab, és újnak biztos nem, de, a de elvileg a YouTube, nem. Elvileg a Twitch statisztikái szerint még mindig az egyik legfelhasználta a videókártya a piacon. A Steamnek megnézitek a statisztikáit, akkor rájöttek arra, hogy az emberek nem igazán használnak ö, új dolgokat, alig-alig-alig-alig használnak. volt, örülök, hogy neked is tetszik. Mint szoktam mostanában játszani? Hát a székemen amúgy. Miért ti mind? De, 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 ja. Mostanában ezzel azzal játszok. Amúgy, tényleg, chat, hogy, hogy szeretnétek Conan exile nézni? Mondjuk ilyen single túlélőt? Vagy akartok ti is jönni majd? Mások idegein? Ó, jangzik. Ne, ne, de szerintem mások szoktak az én idegeimben játszani néha a chatről is. Vagy, vagy, folytassam azt, amit már elkezdtem, mert érdekesebb. Vagy kezdjünk egy full újat. Konan multiba van? Nem, ez nem igaz. Ez megint ilyen, ilyen egy kijelentés. Minden játék lehet singlebe is van, meg multiba is van. Nyilvánvalóan, hogyha azt látom, hogy a chatnek van igénye arra, hogy csináljunk egy community szervert, akkor csinálunk egy community szervert majd, és akkor lehet játszani az emberekkel. De csak akkor, hogyha azt látom, hogy erre az embereknek van igénye. Na addig is egyébként a... arra lennék kíváncsi csát, most én fogok tőletek kérdezni, hogy ti mire építettétek a gépeteket? Amikor építetted a géped, mi volt a célod? Ha a 1660 megengedi, én megyek. Nyilvánvalóan egyébként a Conan működik vele. Nonity Techről van véleményed, szerintem egy élő uh, reklámtábla. Figyelj, egyébként nagyon ügyes ahhoz képest, hogy mennyire fiatal, a jó szponzorokat vállalt el eddig, nem hiszem, hogy csak reklámozik, azért vannak különböző és jó videói, ügyes, tényleg, szerintem ügyesebb, mint én, úgyhogy fiatalabb, mint én, viszont Érzem azt is mögötte, hogy ő jó helyről, jó emberekkel, jókor volt jóban, és onnan sok minden érkezett. Szóval, hogy ügyesen használja ki a lehetőségeit. Amúgy a tech tartalomgyártók, csak ugye, hogy én is, én is fogok reklámozni, én is fogok nektek bemutatni termékeket, nyilvánvalóan én is fogok elvállalni reklámokat, de mondjuk egy live nálam nem arról fog szólni, hogy az egészben arról fogok titeket rábeszélni, hogy vegyetek meg a termékeket. Nyilvánvalóan, hogy kapok egy live-os felkérést, hogy mutassak be egy terméket élő adásban, akkor, akkor azt a terméket két óra alatt szarrá fogjuk, fogjuk szedni, csehát, értitek? Egy veletek. Kipróbáljuk, szétszedjük, megpróbáljuk megölni, meg minden ilyesmit így kipróbálhatunk. Szóval, hogy az, az mondjuk, az mondjuk szerintem, az egy tök jó reklám, mert értitek, valaki végignézi két óra alatt, hogy én hogy szedem szét, hogy nézem meg, hogy pakolom szét, meg minden, és a végén azt mondom, hogy ezt én is megvenném, azért, mert erre a konklúzióra jutottunk, nem azért, mert ezért fizettek, akkor mondjuk szerintem azért releváns reklám, és legalább kurva jól szórakoztunk abba az alatt az idő alatt. Ez az én véleményem egyébként a live reklámokról. A videóhoz meg nyilvánvalóan adott, ha skriptelt videót kapsz, akkor, akkor nekem mindig, mindig az az egyik legfontosabb dolog, amit megemlítek, hogy ezért én jól kilettem fizetve, és legalább tudjátok, hogy a csatornán a többi tartalom is fenn fog maradni, annak hála, hogy csináltunk egy-két ilyet. Uh, meg azt láttam rajta, hogy nagyon izgul, meg uh, picit kellemetlennek érzi a Szitut, ezért tűnik furcsának. Nem tudom, egyébként tényleg van egy ilyen, van egy ilyen félelem abban, az abban a srácban, és nagyon kíváncsi hogy miért. De nem baj az, hogyha izgul, mert, mert egyébként ad neki egy ilyen cuki jellemet a videónak. AK620 CPU hűtőről mi a véleményed? Én bánom, meg! Az AK620 gyakorlatilag a legjobb. Itt van mögöttem egy AK620 digitál a másik szobában is van egy AK620, és hogyha nekem a noctua megdöglik, de sajnos ez soha nem fog, én is lecserélném. De az a bajcsát, hogy ezzel ez a noctua egy baj van. Megveszed évek alatt, és nem tudod lecserélni, bazd meg. Nem kell

Na, szóval amúgy igen, igen, itt, itt vannak problémák. Hát egyébként, azok, én ezt a noctua csak akkor fogom lecserélni, hogyha lesz streamer gépem, mert úgy érzem, hogy most már elérkezett az az idő, hogy szeretnék egy külön gépről streamelni, és van és értelme, hogy ilyenek, akkor ez a Noctua fog abba a gépbe kerülni. Addig amúgy nem, addig amúgy használni fogom maximálisan mindennel, és minden lehető potenciájával együtt, mert mert, 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 ez az a noctuab az meg olyan, mint Jézus biciklin. Alóla kilopni a dolgot. Nem tudod? Működik, működik, azt megvált majd egyszer, bazd meg. Kibaszott robot Jézus amúgy. Épp én is kacok, aki bekövet Instagramon, meg minden ilyesmének, nagyon szépen köszönöm. Csak ne azért kövessetek be, hogy Instagramon válaszoljak az embereknek, mert én most már nem láttam az engedélykéréseket Instagramon se, csak hogyha mondjuk ilyen sztorimra válaszoltok, így nem tudok nektek válaszolni Instagramon, ami egyrészt szomimer nem tudok nektek válaszolni, másrésztről pedig tök jó, mert nincs az, egyébként, hogy miért nem válaszolok nektek erre, van egy tök jó kis válaszom most, hogy, skacok, én itt válaszolgattam mindenkinek egy ideig, meg tök kedvesen, meg nagyon cukin, meg tudjátok így lényegesen, viszont, Elérték az emberek azt, hogy rám írnak hajnali egykor, kettőkor, meg minden szart elküldenek, meg nézd meg a videóim, please, nézd meg, nézd meg, nézd meg. És, és azért nem válaszolok, mert az emberek nekiállnak zaklatni, miután egy kérdésükre kaptak választ. És nem úgy, hogy egy hét múlva feltesz még egy kérdést, vagy kövi három napban még kérdezni egy adót. Nem. Hajnalban elkezd búgni a telefon, mert elküld 50 üzenetet. És ezeket az embereket letiltam. És te, bocsi, bocsi, ezért nem akarok, ezért nem akarok ezzel az üzenetes dolga belemenni, mert ha Discordra írtok, azt el tudom olvasni bármikor, de lehet, hogy hamarabb is választ kaptok, mert amúgy megoldja nektek valaki más, mert egyébként sokan próbálnak nagyon ügyesek lenni a Discordon, és ez látszik, és tényleg ügyesek, és jól csinálják és, és nincs az, hogy szétpítjeg a kurva élet is vele. Mert amúgy ez így egy nagy probléma szokott lenni, hogy a halál is szétpítjeg amúgy az egész DC-n, vagy nem a DC-n, a mindenhol, és ezért nem válaszolok az embereknek privátban. Ezért mondom, hogy ne keressetek privátban, mert, mert, mert így általában nem válaszolok. És ezért jut el amúgy az összes nagyobb, kisebb, nagyobb tartalomgyártó arra, hogy nem válaszol a nézőknek mert nem tudják, hol az etiketnek a határa, és meddig szabad elmenni abban, hogy egy idegen embert, akit láttál valahol tartalmat gyártani, elkezdje zaklatni. Mert hogy van, aki már zaklató szintere jut, annyi mindent akar és tök jó, én is szeretnék tartalomgyártókkal beszélni, de mióta én ezt így érzem magamon, meg hogy látom, hogy ez hogy működik, azóta senkire nem akarok ráírni se. Hát szerintem csak a Rikével beszéltem egyszer-kétszer, és én is egy ilyen gyépés fasz voltam, aki, minden, aki egy csomó minden megkérdezett tőle, szóval biztos nem szeret már. De majd egyszer, egyszer ráveszem, hogy, hogy, csípősözzünk együtt. Egyszer majd, valamikor. Egy másik életben valószínűleg, de igen. Bírom a csípősöt, vagy nem bírom? meghalok. Hát mondjuk az átlagosnál egy kicsit jobban bírom a csípőset, de nem mondom azt, hogy bármilyen módon kiemelkedően. A Reaper por, a Reaper por az egy kicsit megfingatott, de hogy megfingatni mondjuk annyira nem. A gyomorgörcs az megfingatott utána rendesen, az biztos. <laughs> Ez szószoros értelmében. Hó, közben jönnek a messziük is, nem látom. Arctic Freezer ventik elegendő, vagy kell a 140? Bőven elég a 120-as, inkább több. Amúgy a csípősnek mi az értelme? Hú, egyrészt betépsz tőle, mint a szar, uh, legálisan tudsz tőle tépni. Másrészt egyébként kurva jó, amikor beüt az adrenalin, hogy te meg tudod enni, csíp, oké, okay, fog múlni, de kurva jó. Annyira felbúsztalja az ízeket, hogy el se tudom mondani. És, és, és ez nem pikáns, ezek az ilyen millió uh, kapszacínes szinten vannak, és az nagyon baszó, nagyon baromi jó, én nagyon-nagyon szeretem. Um, ez egy olyan dolog, tudjátok, elkezdett csinálni, ez egy ilyen hobbival függőségét tud válni, de egyébként pedig uh, egyébként egy ízfokozás, szóval az az alapvető értelme, de annak, hogy mi az értelme a kurva csípősnek, hogy kibaszott fan azért eszel csípőset, mert te jól érzed magad tőle, meg közben. Azért, ez az, hogy azért iszol alkoholt, mert el akarsz nyomni egy olyan problémát, ami, amit megoldanál. Ez a, ez a szarabik verzió, ezzel lesz valaki alkesz. A másik az, hogy azért iszol alkoholt, mert finom, jól érzed magad tőle, és csá. Ez ugyanígy van a dohányzással és mindennel a világon. Amire egyébként az embereknek semmi joguk nincs beszólni bármilyen ezek, ezekből bármelyikre, amire viszont van joguk beszólni, hogy van egy-két dolog, amit az ember mellett ne csinálj. Mondjuk, hogyha azt mondom, hogy mellettem ne baszd be, mert engem az zavar, akkor mondjuk ezt lehet illene tiszteletben tartani. Az ugyan, hogy ne dohányd mellettem, mert az zavar, érted? Az is olyan, hogy egy cigizdök, karok! Ne cigizzem. el. ismerem, mióta nem csinál tartalmat, tekkel kapcsolatban téged követlek csak. Uh, nem tudom ki a Rave Priest, egyébként magyar elemér. Én próbálok nagyobb minőségre jutni, de az a baj, hogy mostanában nincs. Nincs olyan. Uh, ah, hogy fogalmazzak, nincs olyan szókincsem vagy ötletem, hogy megfogalmazzam jól a dolgokat. És így. Mm nem vagyok elégedett a tartalmaimmal, és engem ez nagyon-nagyon zavar, hogy nem vagyok elégedett azzal, amit csinálok. Igen, amúgy csak engem idegesít, ha valaki annyira csámcsok, jaj, szájba rúgnám, amikor valaki csámcsok, bazd meg. Izé, acélrúddal, így oda, hogy ezt rágjad, bazd meg. Nem ütném meg, csak odaadnám, hogy ezt rágjad, bazd meg. Semmi, semmi, semmi extra, semmi extra, csak ilyen csill dolgok, chat, csak ilyen csill dolgok. Néha egyébként szerintem, aki visszanézi a live-okat, szokta látni, hogy meg szoktam nézegetni egy-egy embernek, hogy kit hányan követnek, hogy, hogy így kíváncsiságban, vagy minden ilyesmi. Szóval szoktak lenni itt ilyen rendesen követett emberek is. Na, nyugodt legyetek egyébként még a tekkel kapcsolatos kérdések, ha bármire kíváncsiak vagytok, vagy bármilyen információ van, amit szeretnétek tudni, akkor azt nagyon szívesen megosztom veletek. Egyébként arra gondoltam, hogy amikor megleszünk mondjuk ilyen 7200-an, akkor beülök egy ilyen nagyobb nyereményjáték live névre ide ebbe az egész buliba és leülök és mondjuk azt mondom hogy ebben a live-ban megpróbálunk összeszedni 300 követőt és ha véletlenül összejönne hogy meglegyen a 300 követő, akkor abban a live-ban kisorsolom és hogyha az illető nincs messze tőlünk akkor meg is fogom és el is viszem neki a terméket ha ugye ez így állna fent véletlenül editet csináltok rólad, megjelöllek. Uh, figyelj, én entek, neked régóta többször itt voltál, bármilyen jellegű tartalmat felhasznált a csatornáról, ahogy szeretnéd, nyilvánvalóan, ameddig ez nem kompromitáló jellegű és kiragadott jeleneteket forgatsz át arra, mintha én negatív kritikát, vagy bármit mondtam volna bárkiről, Addig a pontig nyilvánvalóan megengedem, és jó szórakozást, és én köszönöm, hogy rólam szeretnél tartalmat csinálni, és let's go, így tovább, és tök király! De tényleg, tök király! Nyugodtan! Ezt ugye elmondom, hogyha bárki bármikor beszólna neked ezért, akkor nyilvánvalóan kivághatod ebből a videóból ezt a jelenetet, és elmondhatod. Youtube-ra le tudod tölteni a videóimat, fent vannak, vagy twitch re is le tudod tölteni egy, addon, egy Google addonnal a videókat, live-okat, és fel tudod őket használni. Szóval csak így nyugodtan, hogyha, hogyha te ebben találsz elvezetet, én mindenféleképpen örülök, mert minél több videó kerül fel velem vagy rólam, az annál nagyobb, ugye, nem tudom, hír eljuttatás a létezésemről, és én ennek nyilvánvalóan csak örülni tudok, mert gyakorlatilag annál több emberhez jut el az, hogy én létezek, és tök jó, tök jó. Na, hölgyeim és uraim, egyébként bárkinek bármilyen kérdése még a saját pc vel vagy a PC építésével kapcsolatban van-e. Itt ugye felvetettem nektek azt, hogy ki miért épített gépet. Amúgy nekem az első célom az az volt, hogy lásztofaszozzak rajta, azért jutottam arra, hogy kell. Amúgy is támogatom a csatornát, hogy tudom, figyelj, ezzel, ezzel tudod a legjobban amúgy teljesen full minden pénzbefektetés nélkül támogatni valakinek a munkásságát, hogy megpróbálod eljutatni több emberhez. Mindig, mindig ez a legjobb módja, gyerekek. De egyébként, ha már itt vagytok, nekem az egy hatalmas támogatás, és örülök, hogy tetszik nektek, amit csinálok, és próbálok ilyen speedrun, speedrun olgatni gépeket, szóval nyugodtan mondhat, leírhatjátok a CPU-GPU kombótokat, a konfigurációtokat, és megpróbálok nektek tanácsot adni, hogy hogy lehet ez esetleg jobb. Mindenféleképpen arra próbálom kielezni az élőadásokat, meg minden hasonlót, hogy ezeket el tudjam hozzátok jutatni, és ja, szóval nyugodtan jöhetek a cpu gpu kombók, a saját setup -ot. megmondom, hogy összélelek az alkatrészek, amennyiben ismerem az alkatrészeket. A nagyon kevés alkatrész nem ismerek, ezek gyakorlatilag a 2015 előtti alkatrészekkel vannak ilyen problémáim, hogy nem ismerem őket. Addig is mindent egyébként. Uh, moggolós edit lehet esetleg. Mi a moggolós edit? Életemben nem hallottam, mi ez a moggolós edit. hogy mi ez? Szia, tisztetlenet, milyen videokártyára cserélnéd? Én? Hát figyelj, 20-20, 80, alapvetően 30-60, 30-70. A 30-60-ra cserélném le ott azért, mert mérföldekkel nagyobb különbség lesz, de a 40-60 is tök király lehet hozzá. Videókártya cseréknél egyébként nincs olyan, hogy felső határ, mert úgyis hozzáigazítod a legvégén a gépet, hogy ki tudja maximális hajtani, és akkor eljutsz ahhoz, amit te szeretnél volna az egészből kihozni, és nyilvánvalóan úgy lesz a géped, A legerősebb, a legjobb, a legkirályabb. So, let's go! Buildeljétek a gépeiteket, csináljátok arra, amire ti szeretnétek, nézzenek jól ki, ne felejtsétek el kitakarítani a gépeket. 1400 F-proci van benne, akkor gyakorlatilag 30-60 fölé már nem mennék. És kacok, és a legfontosabb, megvetted a gépet, ráköltötted a 400.000 forintot, forintot. megérte? Neked igen, másnak lehet nem. Magánügy, értitek? Leszarom, hogy ki mit gondol arról, hogy megérte, nem érte. Arra kérlek titeket, hogy ha ennyi pénzt elköltöttél, ugyanúgy megveszed az autódat, odafigyelsz, hogy mikor cserélsz rajta olajat, odafigyelsz, hogy mennyit mész vele, odafigyelsz, hogyha megütöd, akkor lekezeled vele, hogy ne rozsdásodjon szarra, stb. 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 Ez a normális. A gépedén is figyelj oda, hogy portalanítsd, fújt ki, mert gyakorlatilag meg fogod baszni a gépet azzal, hogy tele megy minden szarral. Ennyi. Uh, hát, hát, ez igazából, ez igazából moving, azt mi a moving, bazd meg. Szóval, hogy így, nem vagyok tiszta, én boomer vagyok, mint a szár. Köszönöm, akkor majd lesen proci cserés és lesz. Let's go! Erik 6600, i 5 f van benne. Mi legyen a következő CPU és GPU? i 12700 k és ahhoz raknék egy 4070 ti Úgy, úgy upgrade-álném. Hali Balint, szia, szia. Gyerekek, lássad, lássuk. Mi... Kihívom a chatet, gyerekek. Mit tudok? ti tudtok nekem írni több PC-t, hogy én tudok gyorsabban értékelni, hogy, a chat le hogy lemaradjak a chattól. Benne vagyok chat. Nézzük, mi fog gyorsabban menni. Én tudok több PC-t értékelni, vagy ti tudtok nekem több gépet írni. És köszönöm szépen egyébként, hogy megnézitek a videókat, hogy lájkolgatjátok, hogy kommenteltek, rengeteg a visszatérő kommentelő, rengeteg a visszatérő néző, és nyilvánvalóan, aki felszabskájból a csatornára, ott kiemelem nagyon, hogy Youtube-on vagytok említve, mint megköszönés jellegen, hogy feliratkozói vagytok a csatornának. Uh, Ryzen 5800X, uh, RTX 3060 Ti, milyen nagyon jó, figyelj, gyakorlatilag mehetném mondjuk egy Ryzen uh, 7 5800X 3D-re, ami megint egy nagy ugrás lenne az előzőhez képest, egy ilyen 10-15 mivel nagyobb kesed lesz, és akkor gyakorlatilag gyorsabb is lesz a gépet, és ahhoz mondjuk én az emberek tenni egy 3080 ti t akár egy 3090 ti t is, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a 40-40 Ti is mellé megy, és gyakorlatilag jó játékot, kétkán ki tudod maxolni, jó szórakozást, hozzá 30 gb a ramot csap bele, és a következő 5 évben biztos nem fogsz arra se gondolni, hogy a géphez hozzányúj. Azért azért három havonta legalább is kifújt ki, meg ilyenek, vagy töröld le róla a kibaszott part, mert azért meg fogja hálálni, főleg hosszú távon. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, chat. nagyon pörgetitek, nagyon rendesek vagytok, nagyon szépen köszönöm mindenkitől, és csak így tovább pörögjünk, még van 27 perc ebből a csodálatos kis live-ból, majd utána pedig tartunk egy ilyen 10-15 perces szünetet, és megyünk konenezni. Igazából majd meg, igazából felteszem a kérdést uh, Discordon, ameddig írtok nekem setupokat, vagy bármi kérdést, amire válaszoltok, addig arról szeretnék beszélni, és ezt fogom most feltenni a Discord szavazások szobában, hogy szeretnétek-e egy community szervert Conan I7 11700 RTX 3080, hát ez maximálisan nem hagyja ki a processzor gyakorlatilag, de amúgy nagyon jó kombó lesz és működni fog, 12400F 3060 Ti, tökéletesen van ezt rakva, bár itt nagyon király, B, vélemény vagy bármi, figyelj, ameddig neked megfelel az alpa, pedig tök király, köszönöm szépen a követést, és az elmmel nincsen probléma. Ne próbáld overclockolni benne a processzor, -ben, biztos, hogy felgyullad. Közben, közben itt írom a nem lehet lehagyni. Mit nem lehet lehagyni? Ha? Nem lehet lehagyni? Mit nem lehet lehagyni? Engem nem lehet lehagyni? Ja, biztos, hogy nem. Nem. Szóval, hogy ahhoz nagyon sokan kell legyetek, felkívnod minden haverodat, hogy itt legyen, ahhoz, hogy lehagyjatok. Volt már amúgy, hogy le voltam maradva, 50 kommentál, de, de a stream végére az összesre válaszoltam. Mondtam, srácok, én én mindig válaszolok mindenkinek. Jó, nyilván a hülyeségeket nem szeretem. Szóval, hogy hülyeségekre nem szeretek válaszolni. És nem is szeretem, amikor olyasmit kérdeztek, ami egyértelmű, és tudjátok, hogy mit fogtok megkérdezni. Itt a lényeg az az lesz, hogy, hogy, hogy felteszitek a kérdést, és akkor ugye az lesz, hogy pazd meg, válaszoljon rá a hülye gyerek. Na, chat bekerült a Discordra a Kugac Everyone-nál, hogy szeretnétek-e közönségi konant, ugye egy community playinget, és, és ugye szeretnétek ez szervert is, és van egy olyan lehetőség, hogy igen, vagy hogy kösz, nem. Aki szeretne konant szerveren játszani, az ugye innen egy igennel fogja megtalálni, és a szervernek majd a, a az IP-jét, meg minden ilyesmiét, hogyha összegyűlik több mint 10 ember, és el tudom érni azt, hogy a szerveren több mint 10 játszanak, akkor nyilvánvalóan ennek az IP-jét el tudjátok majd a Discord szerverről érni, egy konant szobából. Ahol egyébként lesz egy helpdesk is, hogy tudjátok keresni, Mint a Magyarország alul van a hú, ja, gyakorlatilag hagyjatok már ezzel a csatornával, ez egy ilyen, nem tudom, magyar felszopás akar lenni, hogy hát, ha egyszer megkeresi valamelyik politikai párt, vagy eladhatja a TikTokját politikai pártoknak, gyakorlatilag szerintem az átlag nézőközönsége 65 éves, még nekem 18-25, akit egyébként megpróbálna a politika megfogni, de nyilvánvalóan nem tud, mert kurva erre nem érdekli a 24... 18-24 év közötti embereket, ha érdekli a politika, szerintem az egy baj. 18-24 év között két dolog kell érdekeljen, hogy mit fogsz dolgozni mondjuk valaha, vagy valamikor, a másik dolog meg az, hogy mikor tudsz legközelebb olyat csinálni, amit téged boldoggá tesz, vagy bulizni, gémelni, ami tényleg téged tesz boldoggá. Gyakorlatilag ez a két dolog, aminek főleg ér érdekelnie kell az embereket, mások hogy alapvetően nem. <laughs> Ki tudod fizetni a rezsit, meg az albérletet, az, az biztos, az biztos, hogy muszáj érdekelje az embereket amúgy. És uh, kacok várok egyébként mindenkit, akkor szeretettel Discord szerveren, majd a szavazások szobába dobjátok be, hogy szeretnétek a Conan -a, a szervert. Ha igen, akkor igen, ha nem, akkor nem. Nyilvánvalóan ez egy ilyen fontos pont lesz annak szempontjából, hogy ugye conan e vagy sem. Mindenféleképpen erre amúgy így érdemes így odafigyelni, meg rádézni, meg minden hasonló. Közben így megnézem, hogy OBS-en OB nem ért semmi jó, vissza van nyitva minden, akkor nyugodtan várom a további kérdéseket. Ha bárki szeretné érdeklődni a hogy mi, hogy, merre, hány méter, nyugodtan megteheti. Van, mert a streamek vége, vagy beszokott állni, vagy annyira gyorsan indulnak be megint a kérdések. Vanak, amúgy ami gyakorlatilag az összes podcast és ilyen stream és minden hasonló, úgy néz ki, hogy vannak hullámvölgyei, amikor lássik, amikor most fel kell egy-két témát, és megint vissza lehet indítani, meg vannak olyanok, amikor pedig az égbe tör, amikor én vagyok lemaradva azzal, amit kikérdeztek itt, és nyilvánvalóan hatalmas a fluktuációja ennek az egész nézőközösségnek, mert minden hasonló. Ezt így azért magyarázom el, mert mindig szokott jönni egy-két ember, miért vagyunk most csak 16-an, miért vagyunk most csak 15-en, és akkor itt csak is, hogy gyász, egy. Én is látom, köszi, tökéletes hogy rá a figyelmem, most már zavar is. De egy alapvetően, ami nem szabad, hogy zavarja az embert, és mindig kell legyen egy téma, amiről beszélni tud. Tényleg szerintem az egyik leges, legfontosabb skill, amit így egy embernek el kell sejtítani az élete során egyszer valamikor, hogyha, nem, hogyha szerete bármilyen uh, szeretne jól fluktuálni a szakmák között, akkor pedig az az, hogy tudjon folyékonyan beszélni a mindenről is. Gyakorlatilag tényleg bármilyen kérdést válteszek, valamit el tudok róla mondani, tök magabiztosan, tök jól, nem biztos, hogy értek hozzá, de meg fog próbálni a legjobban érteni hozzá, és ezért fog úgy tűnni, mintha értenék hozzá. És egyébként ebben nagy barátod a koffein, már valószínűleg úgy beperöksz tőle, mint, mint valami Nikaboha. Ahogy most elindult így 2024 Q2-jében, nagyon az, Várjátok, február, március, április. Ja, Q2-ben vagyunk. Hú! Na, és akkor most elindult egy nagyon Q2-ben ez, hogy brutális mennyiséggel, groteszkben pörögnek a mini PC-k mindenki mini pc kről beszél, mindenhol jönnek a mini PC házak, a mikro PC házak, gyakorlatilag open, open házak, open back házak, open ez, open az, mikro ITX, ITX gépházakat pörgetnek kifelé a gyártók, és a kérdésem az az, hogy amúgy mindenki azt mondja, hogy mi a fasznak laptop, mi a fasznak pici PC. Szóval értem, ne foglaljon sok helyet az asztalon, értem azt is, hogy nem szeretnétek egy gigászi nagy állatot, de hogy értitek, megint visszatérünk oda, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan vékony lenne, mint egy laptop, nem? Uh, milyen alaplapot ajánlanál? MS-it fogok ajánlani a legtöbb esetben, vagy asus fogok ajánlani. Legtöbbször megpróbálok, ami proci az igazítani lapot, hogyha tudok fejbe egy kettő de az MS-i gaming és a Tomahawk alaplapok a legjobbak ASUS-nál? ASUS-nál, asus asus bazd meg, AMD-nél, és gyakorlatilag pedig Intel-nél Asus a top. Utána MS-i és így menjünk lefele. Nyugodtan jöhetnek egyébként azonok, ms a legjobb alaplap. Ez így igaz, ebben egyetértek. Nagyon jó a bioszok, nagyon jó minőségű alaplap, nagyon jó minőségű Kondenzátorok, biztosítékok, a chipset hűtés, chipset, VRAM hűtés, memória kontroll modul, a többi vezérlő modulok is kiváló, a 12 voltos szálon jól vannak a kontroll modulok elhelyezve, a mosfet nincs baj, gyakorlatilag a központi chip nem, nem egy áramnyelő, ahol beakad az áram és elsüllyed a világ. Van egy-két rossz! Hát bassza meg, hogy értitek, mondjatok, terméketeimből nincs rossz. Egyébként én nagy fan vagyok, nagyon. Nemrég nem megvettem ezt a kis MS-száj lootboxot is. Kurva jó döntés volt, értitek? Eger, mousepad, meg kibaszott menő MS-is kulcstartó. Cool Ugye mondtam, skacok, hogy addig fogok gyúrni, ameddig valamilyen szinten meg nem szerzek egy MS-is dolgot. És most most már úgy, úgy, megyek, úgy megyek a kocsival, hogy ott a kocsi kulcs, és akkor tudjátok ki, mellett ott lóg egy kis MSI-s cucc. Szétadom egyébként ezt az MSI plus -t. Én ebből akarok egy két métereset. Egy két méteres MSI plüst szeretnék, csat Nagyon-nagyon elégedett vagyok az msi és nagyon szeretem. Azért ajánlom, mindenhol mindenhol MSI videókártyát veszek, és hogyha van pénz, akkor MSI lappal is építem a gépet. Szerintem az MSI kifejezetten jó, és mindenkinek tényleg ajánlani tudom az MSI-t, kurva hasznos, nagyon hatékony, nagyon baszó, használjátok az emesít. Te fortizol? Hátre fordulok és Fortnite. Azt a... Azt a paszta. Volt emesi meg voltam vele elégedve. Egyébként a legtöbb ember egyszer emesít vesz, és soha többet nem vált le róla. Annyira, hogy megmaradnak. Az a jó az emesivel, hogy annyira hűségesen ki fog szolgálni, kérdezd meg anyukádtól, badzd meg! A fasz ki van ezzel a... Hány FPS? Hány FPS? Nem tudom! Nem érdekel senkit, érted? A saját gépedben mászkál. Ez olyan baszdmeg, mint amikor a másiknak a pénztárcájában mászkál az ember. Ki a faszt érdekli? Oh, de ez olyan irritáló. Vigyatéren mi az, mi az, ami a legmegbízhatóbb márka szerintem? Az Asus. Tényleg, az Asus a leghosszú távúbb. De abból csak a Rockstrix abból főleg csak a Rockstrix, és utána ennek az emesének a Ventusai, meg a Supreme x azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megbízhatóak. Aztán szerint jöhetnek utána még ilyen-olyan-amolyan kártyák, de hogy ők nagyon vezetik. A amd meg csak a Sapphire az, ami annyira jó, és annyira kiemelkedően király, hogy nem is vetném vetétársba másikkal. Most az XFX 9, 7, 9, az XTX az egy nagy javítás, mert egy kicsit erősebb kártya lett. Remélem jön belőle majd új izé és szafir. Szóval tényleg nagyon-nagyon várom az új videókártyákat is, meg mindenből várom az újításokat. Az a baj, hogy ilyen csinálnék tech videókat, de most dobáljak fel olyanokat, hogy speedrun dolgokat, tudjátok, az ezeket a speedrun videókkal ennyi a bajom, hogy most csak ez full hülyeségből fog történni. Chat, pörgetek lefele TikTokon, jó? Töltse be a videókat. Oké, okay, fel fogok venni nektek élőben egy TikTok videót, bassza meg. Már akarom mutatni ezt, hogy történik. Oké, okay, én megállok. Választatok ebből a sorból itt egy videót. Ez a jobb, nem nekem ez a bal. Bal, közép, jobb. Ma írjátok le, hogy bal, közép, jobbra kattintsak rá. Bal, közép, jobb. Na, vagy legyen úgy, hogy 1, 2, 3, Kettesen 3 ez. Na, 3, 2, 1 mi? Oké. Okay. Ő a hármas. Na, 3, 2, 1. Írjátok lecset, hogy melyikre válaszoljunk, aztán csinálunk róla egy speedrun videót, és feldobjuk. Tom, ki kell várnom a késést, mert mindenféleképpen van, TikTokon és Twitch-en egyaránt. A három legegyszerűbb, az amúgy is azon van az ujjam. Tű, tű, tű. Látszik, hogy mikor hányan hallgatják és nézik az Oké, okay, akkor legyen a három. A... oké, okay, itt jöttek, jöttek kommentek. Na, milyen PC-t értékeljünk? Van egy olyan, hogy vissza már a szádból. Hmm. Miért lenne a tesóm? Miért lenne a tesóm, fasz meg? Miért ez a fontos, hogy ki van a háttérben? Aj, de te jobban érdekled őket. De tényleg, többet kérdezik meg, hogy te miért vagy háttérben, vagy ti, te ki vagy a háttérben, mint például azt, hogy mi a fasz van ebben Egy csirkét? Közben itt nézem, hogy még gépet lenne érdemes értékelni, de, de itt találtam egy nagyon jó a gépet amit tök jól lehet értékelni. Rando kíváncsi vagyok, semmit, semmilyen leírása nem lesz ennek a videónak. Felveszem streamben. Tökre minden nélkül. Szóval, skacok, van egy Ryzen 7 5800X-e, egy Asus 12 GB a RTX 3060-ja, Samsung 970 SSD-je, és kétszer 3200 es uh, mindene, és az egyetlen uh, gyenge pontja a gépnek az az A550-es alaplapja, ami gyakorlatilag egy Ryzen nem vennék. És akkor most ugye az a koncepció lesz, hogy ugyanúgy elmondom ezt a speedrun pc és elmondom ezt videóban, és ja, mivel tud többet a 4080 szuper a sima 4080-nál? Semmivel. Ki nem állom a szuperkártyákat, az meg 1%. százalék? A 4080 szuper az egyik legszarabb szuperkártya. Szóval, so well. oké. Okay. Hmm, szerintem ez egy 10 per 4 gép, hogyha úgy minden, engem keresztek meg, szóval speedrunnunk PC bőleket, ez úgy gyakorlatilag 10 per 4, az ára az kérdéses, minden nagyon király a gépben, a proci, a videókártya, sőt az SSD és a ram is -ok tök vannak beleválogatva. Az egyetlen rohadt nagy gyenge pontja az A550-es alaplap, amit le lehetne cserélni egy b 550 re vagy egy X-es alaplapra, főleg egy Ryzen 5800X-nél, ami gyakorlatilag elbírna egy 70 nel is, vagy egy 3080 3070-nál, de igazából még a 3090-t is mellé merem tenni egy olyan taskban, ahol főleg orientációról lesz szó, és nem prociról. Ezeket így érdemes fejleszteni, meg mindenféleképpen érdemes odafigyelni, hogy milyen táp benne, de a többi rész kiválóan megfelelő és jó minőségű. Csak már 3000 rel drágább, uh, amit néztem, érdemes szupert venni, vagy nem? Én nem vennék semmilyen uh, semmilyen uh, indokból szupert, srácok. Semmilyen, semmilyen, semmilyen indokból nem vennék szupert. Nekem a szuper nem jön be. A Superben egy csomó uh, izé control chip hiba volt, és én azt mondom, hogy a Super nem lett olyan jó, mint hogy az NVIDIA azt alapvetően szerette volna. Csak azt mondják, hogy Super! WiFi vagy egy Ethernet? A leghülyébb kérdés valaha. A wifi az soha nem lesz olyan stabil, mint az Ethernet. Szóval a kábel az mindig stabilabb lesz, és királyabb. En, ennyi. És nem értem meg, nem szeretem a 40-es szériából a szuperkártyákat, mert gyakorlatilag amúgy egy tökön szúrás az egész szuper mert annyira szuper, hogy mégsem szuper, annyira jó, hogy mégsem jó, és annyival több áramot teszik, hogy mégse hozzá nagyobb teljesítményt. Meg tudjátok nézni az 1, 2, 2 vagy néha 3 FPS különbséget. Gyakorlatilag a render eredmények is ugyanazok. Ennek annyi volt az egyetlen egy célja, hogy el tudják adni a levet. Mert tudjátok, az sem mindegy, hogy... Mercedes vagy Mercedes AMG, szóval így gyakorlatilag ugyanezt az elképzelést képzeljétek el. A logika az ez volt, csak a különbség az az, hogy egy autónál a sportpackage a sportpackage, még a videókártyánál a super az inkább uh, lézi sheet szar, de hogy nyilvánvalóan ezt így el kell engednünk a videókártyának, mert hogy ő így egyedi így lesz különleges. Így lesz meg a saját faktora. Azon kívül semmi mása nincs neki, értitek? Semmije. Van egy faktora, hogy ő miért különleges és fasza, de azon kívül ennyiből áll ki az egész kártya, és nem fog tudni semmivel többet az áráért. És mindenki csúnyát mond rám, mert azt mondom, hogy ne vegyetek szupert, beszéljenek helyettem a számok cset, hogyha ti annak jobban hiszek, akkor nézzetek meg teszteket, eredményeket és minden hasonlót, mert nyilvánvalóan az fog kijönni, hogy a 40-80 szuper, a 40 szuper, és a többi szuperkártya se annyira szuper, mint amennyire azt mondják, hogy ő szuper, de mondom, beszéljenek helyettem a számok, ti nézzétek meg, lássátok át, nem tudok most mutatni nektek, és el a legvégén hinni azt, hogy tényleg nem olyan jók a szuperkártyák. Nyilvánvalóan egyébként a ti -ok azért nagyot dobnak a sima verziókhoz képest, és mindig megéri ti venni. A 40 és a 40 között is brutálisan nagy különbségek vannak. Csak ugye a probléma az itt, hogy ki is kell ezeket a processzorokat hajtani, el kell látni elég memóriával őket, videókártyákat hajtani, el kell látni őket elegendő memóriával, meg kell enne, lennie, mögött a megfelelő gyorsaságú tárhelynek is, ahhoz, hogy ennek a teljes potenciáját ki tud értékelni. Az RTX 3070 egy kiváló választás. Régen is az volt, és még most is tök jól tud működni. És nyilván csak azt is ki kell emelni, hogy azok vegyenek ilyen vagy olyan kártyát, akiknek szüksége van rá Mert ha valakinek abszolút az égvilágon nincs szüksége egy nagyon erős kártyára és megveszi Nyilván nem azt az eredményt fogja tapasztalni, amire ő számított azok után, hogy annyi pénzt adott ki mert hogy neki egy sokkal gyengébb is elég lett volna, de nyilvánvalóan bementek egy boltba, és azt mondjátok, hogy egy ilyet akartok venni, mindenféleképpen át fogják tukmálni. A Windows 10 az elkezdtek megérkezni azok az update amik lefogja, szétbasszák a Windows 10-et direkt, hogy váltsanak az emberek 11-re. Szerintem a 11-nek van már csak lehetősége érvényesülni. Uh, meg egyébként használd a 11-et, szok meg a 11-et, már hasonló stílusban és erőben fogod tudni használni a jövőbeli kártyákat is, ami, vagy windows is, ami ezzel neked nagy probléma lesz, ha mondjuk akkor próbálsz rászokni. Mert sok minden máshol van, sok mindent újra meg kell tanulni, sok mindent át kell nézni, nyilvánvalóan uh, forgatni kell a dolgokat, hozzá kell szokni az új rendszerhez, mert tudjátok, amikor azt kérdezi valaki, hogy ebbe segíts már, vagy abba segíts már, az sem tudni, hogy még világfaszán vagy. És nyilvánvalóan, ha megengedheted magadnak, és tudsz fejleszteni Windows 10-ről, én fejleszteni 11-re, ameddig ingyenesen engedi a Windows, mert amúgy fogja örökké, de mindegy. Én is 11-et használok, mert másképpen nem tudnák releváns értelmes dolgokat mondani mindenről, és szerintem nem is éri meg más használni, már jelenleg a piacon, úgyhogy, úgyhogy rengeteg Windows telepítek, úgy látom, hogy nem is éri meg nagyon sok minden mást használni. Godrin, nagyon szépen köszönöm az endékokat, légy áldott, légy áldott. Közben egyébként csak hogy nézem, hogy mik vannak kikapcsolva, meg engedélyezve, hogy elinduljanak a géppel, amikből mondjuk van egy pár dolog, amire nincs szükségem, hogy elinduljon a géppel, meg van egy pár dolog, ami meg nem indul el, aminek el kellene indulnia. Ja, Na, hát kikapcsoltam szerintem minden olyat, amire nincs szükségem, hogy elinduljon a géppel. Tök jó, oké. Okay. Az XP volt a best idejében. Hát mind, mindig, mindig az a Windows a legjobb, aminek a saját ideje van akkor. Tényleg, az is fog a legjobban működni, a legoptimalizáltabban, meg mindegy. Csak ne felejtsétek el, hogy nem mindig éri meg Windowsból letölteni a legújabb update-et. Mondjuk új készüléknél nincs esélyed, vagy új Windows tápításnél nincs esélyed ezt elkerülni. Mert akkor érkeznek a cégeknek akár egy évvel is később a Windows-túcsok, Windows mert bakár bajos. Örülök, hogy tetszik, kedves párom a gép háttérben, és szerintem is kurva szép az a számítógép. Na, pornós ez a gép ott hátul, értedi. Két K átlagban 480 medium beállításon milyen eredményeket hozhat? Két K mediumon szerintem 200 FPS fölött hozza a triple játékokat a 480. A 4080 kétkán, hy 60 és 120 FPS között fogja teljesíteni a játékokat, és 4K mid vagy hájon 60 FPS fog tartani a legtöbb AAA játékban, mert a 4080 4 kárra találták ki. Kétkán szét fogja baszni a világot. Elismételtem kétszer a négykás dolgot. Nekem ez most esett le így. Na, bocs, semmi gond. Elmondtam többször, elmondtam többször. Legalább nem mondtam hülyeséget, az a lényeg. Szóval, hogy a 48 egy kiváló kártya, csak ugye megvannak neki is a saját határai, okkal lett belőle 90-es. Nekem az a kedvencem, amikor valaki azt mondja, hogy 40-90 tiája van, meg az a kedvencem, amikor valaki azt mondja, hogy 20-90-e van. Mindig szoktam nézni, hogy de jó kártyáitok vannak, bassza meg, bár csak nekem is ilyen lenne, vagy létezne legalább. Ezek, ezek általában ilyen ugró dolgok, hogy hát ha lenne ilyen, de jó lenne, de még sincs, az meg... Uh, nagyon sokan vannak úgy, hogy megpróbálják az embert áthűíteni, meg ilyenek. És megint rám ír valaki, akinek már egyszer válaszoltam, és nincs véleményem arról, amit írtál, mert nem is akarok véleményt megfogalmazni róla, és de jó nekem, hogy nem akarok el, amit megfogalmazni arról, amit írtál, yippee! Szép jó sziasztok, sziasztok, nyugatlan kérdezni, bármilyen jellegű pc és nem pc és dologról, amennyiben tudok segíteni, és segítek? Na, egyébként, a, ha valakit érdekel és szeretné gaming streamet nézni, akkor a profilomra kattintva át tud majd jönni Twitchre. re twitch fog menni egyébként olyan 5 óra 15 perctől, vagy 5 óra 10 perctől majd a gaming cuccunk. Konnanek zajlózni fogok, aki szeretné jönni és érdekli, azt az majd örömmel várom, és sok szeretettel meg társai. Tudjátok, hogy szokták ezt mondani, aztán majd jöjjetek, hogyha van kedvetek jönni, meg érdekel a téma, cső. Jó. Hát össze szartam magam. Hát te leszpónoltál ide mellém. Megmondtad a fortit? Mi? 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 Mi ez a támadási? Mi ez a támad... Mi, mivel? 40-70 van benne. Meg egyszerűen lévő gépben 40 van, de csak renderre van használva 40 benne, gyakorlatilag semmi másra. So, this is it. Mi a fasz? Uh, Tudod, de jelét, ha bántalmazva érzem magam? <laughs> Nem bírtam ki. I'm sorry. I'm so sorry. Jó, gyerekek, gyerekek, gyerekek. Mi a fasz van veletek? Nos, Hölgyeim és uraim, hogyha valaki majd szeretne tényleg gaming streamre, TikTokról majd Twitchre kell átpattanni, és ott lehet majd nézni a Conan ha pedig valaki szeretné jönni Conan akkor Discordon a szavazások szobába uh, klikkeljétek be, hogy érdekel titeket a Conan Exile játék, érdekel titeket egy szerver, és beszélünk róla. Most full nullára fog kezdeni és single playert, karaktert kreálunk, meg beszélgetünk, meg minden hasonló, majd főleg, főleg, főleg figyelek a csetre, hogy nagy beszélgető stream legyen meg kicsit csillesebben nyomjuk, meg majd lesznek nagy káromkodások, amikor haldoklom, mint egy köcsög. Uh, RTX 3070 ti még proci Ryzen 5600X uh, bőven elég mellé, de hogyha future proof akarsz lenni és biztosra menni, akkor egy Ryzen 7, 5700X a jobb. 9400 plusz 30 ti még kombó. Hmm, szerintem tök jó kombó. Nekem fontosabb dolgom van, meg kell néznem a Ez tényleg fontosabb? Jó szerekozást hozzá és köszönöm szépen egyébként azt, hogy ennyi ajándékot küldtetek ez alatt az élőadás alatt, és hogy feliratkoztatok, és minden hasonló. Szóval, chat, én most el fogok itt TikTokról köszönni. Egy pillanatra meg is fog állni majd a Twitch live, mert át kell váltsam a screeneket és minden hasonló, és el fog indulni majd a konanos várókép. Mindenkit várok majd egyébként szeretettel twitch is, már át lehet kattingatni, és lehet jönni majd játszani, de miért ugrasz átérben? tudják, ki vagyok. Ha, ja. ha. A, a, testvérem. Jó. Mindenki ezt mondja eddig. Ja, igen, hasonlítunk mindkét tojás. A kis barbár. Mi? Éppen címet írok be! Ja. De így kell beírni virágokkal, mert így néz ki jól. Yeah, super. Na, so Úgy közben. Mi egy minion vagy. És tényleg egy Minion vagy! Egy kis sárga Minion. Godri, Godri, amikor elkaplak. Godri... Godri, amikor elkaplak. Eljátszottad a nótáját. Na jó. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és nagyon-nagyon szépen köszönöm a dolgokat, a, a követéseket, feliratkozásokat, ajándékokat, és remélem mindenkinek tudtam segíteni ebben a kis talkban is. Köszönöm szépen a YouTube nézőknek is, hogy visszanéztétek az adást, és remélem jól éreztétek magatokat. Aztán mindenkivel találkozunk, néhány percen belül twitch és ott várok majd mindenkit. Köszönöm szépen. A játszani fogunk a twitch a profilomra kattintva itt fent, éritek el a leghamarabban, leghamarabb és konnan